uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Egy percen múlt 4:45. Jó reggel, szevasztok! Sziasztok, jó reggel! Ez itt a Morning Show Rákóczi Ferivel és Vadon Janival egyelőre, de később természetesen érkezik majd hozzánk Balázs is. Így van, és mindannyiunknak jó lesz, csak megfáradt a tegnapi mozinézésben. Igen. Figyelj, otthonról nézze a saját műsor, ez az igazán szép. Úgyhogy jön ő is, egyébként nem írt még semmilyen SMS-t, de hamarosan itt lesz, tehát arról se értesített bennünket, hogy nem fog érkezni. És ez már önmagában elég. Szevasztok, jó reggelt, hétfő van, csodálatos november, meleg rekord dőlt meg a hétvégén. Ez milyen volt már 16 fok? Azért az nagyon erős. Ilyenek, és utoljára, hiszem már 70-es években volt ennyire jó idő, úgyhogy ezen is túl vagyunk. Igen, tudom, tegnap már szakadt az eső, de még egyszer jelezném, hogy november van, tehát a dolog helyén való. Jó lett volna, ha még egy kicsit tegnap is kitartó jó idő, mert nekünk az volt az egyetlen szabad napunk a héten. És azért elmentünk volna kirándulni, amit egyébként így is megtettünk, csak picit esősebb volt, Tarban voltunk, ott van ugye a körösi csoma stupa, illetve a buthanya templom, oda szoktunk elmenni, hogy egy kis nyugalomra vágyunk. De és oda be lehet menni, nem buddhistáknak is? Ne, tehát mindenkinek. Engem, mint hithű katolikust, aki hát ugye minden vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban a misén kezdek, tehát engem nem néznek onnan ki. Nem, és nem üldöznek el onnan agresszív buddhista szerzetesek sem. Agresszív, új blik hír. Érted. Egy agresszív buddhista szerzetes elüldözte a hithű katolikus Rákóczi Ferencet. Nem, szóval nincsen erről. Természetesen ott van egy nagyon kis kávézó ajándék volt, a stupa, ami, ahogy mondtam, Körösi Csoma Sándor emlékének, a kiváló tibet kutató magyarnak, aki egyébként a világon először hozta létre ugye a tibeti angol szótárt, az ő emlékének van szentelve, és ott van egy gyönyörű templom, és ez a buddhanya templom, és mindig oda szoktunk elmenni, amikor így úgy érezzük, hogy egy picit így jó lenne feltöltődni, meg egy kis nyugalmat szeretnénk magunkba szippantani. És ott le lehet üldögélni? Lehet. Tudsz dumálni? Jönnek a szerzetesek, tehát ha például én buddhizmus... Nem jön oda senki. Nem jön oda? Nem, szerzetesen még nem nagyon találkoztam. Illetve egyszer már igen, amikor körbevezettek minket a templomban, aha, aki érdemes után érdeklődni, hogy mikor van nyitva, mert belülről egyszerűen pazar. Tehát hogy gyönyörű, szép, hatalmas ilyen embernagyságú buddha szobrok vannak benne, meg mindenféle ilyen kegytárgyak, úgyhogy... De akkor nem is tudok bebuthulni például, tehát ha én esetleg buddhista szeretnék lenni, elmennék oda, akkor nincs, akitől megkérdezzem, hogy mi az út? De. Azért van, tehát van egy ilyen tájékoztató arc. Még az ajándék boltban is van egyébként olyan, aha, aki gyakorló buddhista. Úgy. Sokan vannak, vajon Magyarországon sok buddhista van? Viszonylag sokan. Nem vagyok annyira otthon a témában, mert hogy én nem vagyok buddhista, aha, számomra, csak egy nagyon szimpatikus csak dologról van szó, mint ahogy egyébként a nejem részéről is van egy ilyen maximális szimpátia, az ő szimpátiája kétszeres az én szimpátiámnak, tehát az enyém az övének a fele. És igen, számoljuk el, igen, ez így van. De előszeretettel járunk ilyen helyekre, mert jól érezzük ott magunkat. Meg csönd van, nyugi van, megpihen egy picit az ember lelke, a hétköznapi meg indiai kaják, és akkor jó lesz. Úgyhogy. Az meg ugye vega nagy részt, vagy hát van benne, a leginkább az van benne, úgyhogy az nagyon jó. Úgyhogy érdemes egyébként elmenni, mert ott a környéken amúgy rengeteg látnivaló van, és hogyha már ott van az ember, akkor menjen el Tarba is. Aha. És akkor nézze meg ott ezt a picik és a romákori templomot, ami gyönyörű szép, meg ott van egyébként Tari Lőrincnek az udvarháza, pontosabban az udvarháznak a romja, azt is érdemes mindenképpen. Na kérem szépen, a kultúrát és 5 percünket hallottátok. Jó hírek a hétvégéről. Én nagyon örülök, hogy vége van a hétvégének, ugyanis a nagyobbik gyermekem, aki egy lány és egy csoda, ma 5 éves. Isten, de hát köszönöm szépen, hogy 8:36-kor megemlékezünk erről a pillanatról, hogy akkor jött elő. És az papás szülés volt? Bemoltál? Papás lett volna, úgy is készültünk. Megvettem 1500 forintért, tudod, van automata, nem tudom, hogy mikor voltál utoljára szülni, azt hiszem 11 évvel ezelőtt. Mi ugye? Csoda? Ne, mi ez az automata? Következő, a helyzet, bemész a kórházba, ugye anyukának jár az, hogy beviszik, kap egy ilyen leplet, ami hát egy összekötözött lepedőszerű dolog, hogy könnyen hozzáférjenek minden olyan részéhez, ami fontos a szülésnél, és azt mondják, hogy apuka, amennyiben szeretne ön is bejönni, akkor magának steril ruhába kell beöltözni. Mondtam, hogy nosza, amennyiben van 3x, vagy 4x, hogy amennyiben van 3, illetve 4x szelles modell, akkor én ezt magamra ölteném, és mondták, hogy van, ki tetszik menni a folyosóra, ott van egy kávégép,
Mondtam, hogy abból nem. A kávégép mellett van egy másik automata. Azt hiszem 1000 vagy 1500. Hát a kávégépből érte. Figyelj, bedugsz 1000 vagy ezer, azt hiszem egy 1000-es volt, már nem emlékszem pontosan. Nem akarok hazudni. Kiválasztod a méretet, és egy steril zacseszban kijön a te steril ruhád. Mekkora vagányság, nekem ilyen nem volt. Hát akkor még tudod, tehát 10 évvel ezelőtt, vagy 11 most már, hogy a virág született, ott nyilván... Saras bakancsára a kalocsnit fölrántani. Igen, vadon. Mehet be. Kezet mosott. És be kell mosakodnod, be kell öltözni. Na, én ezt megtettem, ott álltam nagyon szépen, és nem zöld a ruha, mert nyilván akkor azt gondolják, hogy műtős segéd vagy, és azt mondod, hogy altasson! Én az apuka vagyok, hanem egy ilyen kékszínű, sötét kékszínű ruhát vettem föl. És az elején ott voltam, de nálunk volt egy pici bonyodalom, és ezért szegényt ki kellett kapni, ja, csak nem szegény, hát az gyakorlatilag nem gondolnám, hogy nagyon befolyásolja az életedet, bár erre ugye vannak teóriák, hogy a szülőcsatornán végigjönni, meg mit én. Mindegy, a lényeg az, hogy nem lehetett a békánál ezt ilyen normális, vagy hagyományos úton megoldani, császározni kellett, és akkor ott engem kiküldtek. Na, ami egyébként többé-kevésbé hagyományosnak is mondható. Na, most már egyébként igen. Úgyhogy én nem lehettem ott, viszont ahogy ugye előbújt a Panyesz nevű 5 éves, akkor még nem volt 5 éves értelemszerűen, akkor én a kezembe kaptam, és hát egy csoda volt, tehát 5 évvel ezelőtt még nem sírtam, de 2 órával, ha több lesz, akkor már sírok. Na mindegy, a lényeg, hogy 5 éves születésnap, és ez ebben a korban egy igen kardinális kérdés, hogy hányan jönnek el a családból? Nyilván mindenki, hiszen meghívtuk őket. De ezt 50-szer meg. És akkor a mami jön. Mondom, kicsim, igen, a mami jön, már te is beszéltél vele, hogy tud jönni. Jó. Maminak a nagymamát hívják. A mami? Nem az anyukát. Nem. Mert igen. Akkor arra következtetünk volna, hogy már egyedül nevel a gyereket. A mami a nagymami, ő ugye az anyai nagymami. A papa jön-e? Hát mondom, nézd, ha a mami jön, akkor ők együtt jönnek, mert valakinek vezetni is kell, ugye, ahogy szoktuk ott mondani, meg egyébként is nagyon szépen élnek együtt, tehát érdemes nekik együtt jönni. De a dédi jön-e? Mondom, kicsim, ezt 51-ére kérdezed, igen, itt lesz a dédi is. Lesz-e lufi? Hát mondom, először szokott fordulni, hogy van lufink ilyenkor. De hogy olyan lufi le, és egész hétvégén ez ment, úgy pörgött a gyerek, hogy egy másodperc nem tudott megállni. Ja, kicsi, már reggel 5 óra van, mennem kell be, mellózok. Meg fogsz döbbenni, soha nem jön át a gyerek. Ma reggel hol aludt? Kettőnk között, mert még túl pörögtetek. De cuki iszonyatosan be van sózva akkor. Teljesen. És akkor, hogy meg lesz-e a Monster High, vagy aha, mi az Isten, amiről múltkor beszéltünk. Ráléptetek az útra. Rajta vagyunk. Hosszú rögös út lesz. Rajta vagyunk, nem értem, hogy mit keres nálunk a Monster High, tehát hogy kerül oda egy lila fejű, fekete panktaréjal megáldott egyébként a csinos arcú kislány, baba formájában. És ez 2 napja ez hallgat. Tegnap már kimentünk az állatkertben, mondom, egy ilyen áthidaló megoldásként. Délelőtt anyának még el kell menni az 5-ös számú lufiért, meg az egyéb dolgokért. Mondom, na srácok, akkor mi kimegyünk az állatkertbe. Gyakorlatilag semmi nem volt jó. Tehát apa, hány állatot nézünk meg, kérdezi Panna. Hát mondom, így ráérünk, sétálgatunk, tudod, megnézzük kicsit, nagyot, ami érdekel, oda bemegyünk, kígyó, béka, zsiráf, oroszlán, elefánt, amit találunk. 5 elég lesz? Mondom, kicsi, mi az, hogy 5 elég? Hogy 5 állatot nézzünk meg, aztán menjünk haza, mert jönnek a vendégek. Meg 6-ot, utána 7-et, 8-at. Mert hogy 5 éves nyilván ezért, de hogy utána menjünk azonnal haza, mert hogy jönnek a vendégek. És mondom, hát figyelj, de ráérünk, mert délután 4-re jönnek, most meg délelőtt 10 óra van. Tehát, hogy nagyon ráérünk. És nem lehetett vele bírni, nem lehetett bírni. Viszont ha már állatkert, akkor mondom, kedves szülők, hogy megcsinálták a nagy sziklának a belsejét. Ez most be lehet menni. De várjál, az a neve, hogy Varázshegy. Aha. És az állodat lejted olyan profi, tehát úgy kezdődik, hogy elefántcsontváz, úgy, ugye, igen, elefántnak a csontváza. Miért álltak neki enni? Hát nem tudom, lehet, hogy ez egy régebbi modell már, tehát, hogy egyébként is lejárt a szavatossága az elefántnak, és akkor működik. Van bent bálna szív, ami akkora, amekkora a bálna szív, lemész az alaksorba, ott van a őskori tengerek tele rájával. Egyszerűen olyan jó, olyan interaktív kiállítást csináltak, minden ilyen nyomogatós, tudod, hogy hol él a örvös medve, megnyomod a gombot, és akkor a világ képen. Egy csomó ilyen. A mezőgazdasági múzeumban is szokott lenni egyébként ilyen jellegű tárat, és azt is imádom, meg a gyerek is imádja. Ez nagyon király. Úgyhogy oda érdemes menni, aki régen volt állatkertben, egyébként is nagyon szép, meg ugye tisztelettel köszöntjük Hanga Zoltánt, aki mindig mindenre odafigyel, és az ő barátaid, de most, hogy ezt megcsinálták, megőrülsz annyira jó. Hát ez egy darabig tudta lekötni az én gyerekemet, aztán hazamentünk, és vártuk a szülőket, úgyhogy felköszöntődött a Panyesz, és ennyi. Tetszok. Ennyi, és örülök, hogy vége. Szia!
szívből szeretem mind a két gyerekemet és a születésnapokat is, de köszönöm uram, hogy hétfő reggel van. Ember így nem örülök. És ugyanez meg fog ismétlődni körülbelül cirka, hát ha nem is másfél, egy picit több azért, de majdnem másfél hónap múlva. Mi jön a karácsony, tudod, ja, biztos emlékszel. Ja, tényleg van egy ilyen ünnep, egyébként a nyakunkon van, de korábban fog jönni, meg a Mikulásnál már ugyanezt meg kell csinálni. Jó? Na, hogyha már ilyen szabadok vagyunk a mai reggelen, akkor tudok-e nyomni itt egy gombot? Aha, szerintem, hogy esetleg a Metallicától a Fuel-t be tudnád tolni, akkor azt megköszönném minden emberben az országon, de nem tudom. Ó, nem, ne ostorozzátok magatokat, hogy azt írjátok, hogy én nem szoktam írni, de végre zene, Siska, ne, kérlek. A Metallica muzsikát nekünk ezen a csodálatos hétfő reggelen, hát kell lennél jobb. Hát köszönjük szépen, Balázs. 1997-ben a Reload albumról szólt, annak az albumnak a nyitónótája a Reload. 0-0 a Reloadnak a Fuel, bocsánat. Ha 0-0 az állás a fekete-fehér, igen, nem, de a múlt hetet megnyertük 3-1-re, ugye egy 4 napos munkahét volt, ma ismét lehet támadni, hogyha valaki szeretne játszani, akkor írjon nekünk SMS-t, jönnek a hírek, és aztán jövünk vissza mi is. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok, hétfő van, Balázs még nincs, de érkezik. Nekem már írt egy szépet, egy kedveset, egy aranyos. Nekem is lecécézte. Igen, és akkor azt mondta, hogy adjuk át nektek, hogy nagyon szeret benneteket, de mindjárt itt van. Viszont mi? Hát, ja, hogy neked ugyanezt írtam. Nem, mi is szeretünk téged, és mi már itt vagyunk. Nézd csak az Annát. Mi van? Anna, leesett valami léci. Anna. Nincs még itt a főnök, gyere elő a pult alól. Nem kell még letérben, tudod, az csak hét után. Figyelj, próbáld meg ezen másikról. A következő helyzet fekete-fehér, igen, nem szeretnénk veletek játszani. Igen. Mi van annám? Képzeld el, hogy a harmadik hallgatót hívom, ami elképzelhetetlen, hogy háromszor kicsörök, három különböző emberről beszélünk, nem veszi föl, és most fölvette a hölgy, és nem hall minket. Nem csinál. És én aggódok. Hogy ez a technika sátánya. Sajnos, igen, ettől fél. Nem csinálta valamit a hétvégén, ami miatt megsértődtek rád a hallgatók? Tehát megírta valamelyik népszerű napilap vagy internetes portál, hogy Ponyicki Anna már... Nem posztoltam semmit a Facebookra, én imádom őket, vegyétek föl, hívlak benneteket. Most újra próbálom azt, akit az előbb egy hölgy szólt bele, nem tudom, szegényt már szerintem hívtam háromszor, most megpróbálom újra. Közben mondom, lehet még fokozni a Dózsa György út Szabolcs utca kereszteződését. Ma kezdjük felbontani, szép napot TT, ő szegény arra járna, vagy járt volna, nem tudom, lehet, hogy kerülőutat kellett keresnie. Ugye a körút javítása még mindig zajlik, nagyon szépen haladnak a kollégák egyébként, én ugye arra felé lakom, egyre jobban állunk, és egyszer kész lesz. Nagy baleset lehet, rendőrmentő tűzoltó ment a 7-es főúton Székesfehérvár felől Martonvásár felé, Peti, M3-ason a 60-i lehajtó után a Nyíregyháza felé haladó oldalon, mopedautó a pályán. Mopedautó, az nem tudom mi. Mopedautó, most megfogtál, én meg az autók, ugye? Mopedautó, moped. Ugye, ez lehet, hogy egy ilyen kis golfkocsi, elektromos golfkocsi, csak felütötték a pályára a labdát. A mopedautónak, a mopedről mindig a motorok jutnak az eszembe. Most nem lehet, hogy ez egy ilyen négykerekes valamilyen motor, tehát úgy motor meghajtás, hogy ilyen motorkerékpár. Igen, amióta automotorok vannak azóta, ugye minden motor, ami motor. De hogy érted? Fogalmam nincs. Nem tudom. Nem olyan, mint a Velorex, vagy mit tudom én? Az háromkerekű. Háromkerekű, és már szerintem nincs forgalom, de az utolsó az Petőfi Velorex Sámár Lászlónak, Vaszlavik gazembernek küldjétek volt. Küldjétek a sárkányokat. Autóborult az árokban a 32-esen Szolnok után Abony felé, a rendőr még most érkezett meg. Üdvsüsű, meg vagyunk, Anna? Meg vagyunk, elértem. Nagyon jó. Jani a vonalban ezt írta, de Anna, de ez így van már. Szevasz, Jani! Hallóztok! Szia, jó reggel! De örülök neki, hogy végre egy hallgatókkal beszélni tudunk. Most azon gondolkodtunk, hogy nem akarták, tehát az Annára megsértődtek a hallgatók, vagy tényleg a vonallal van baj. Az első, mert téged viszont sikerült utolérni. Honnan hívsz bennünket? Nagyon halkan hallok titeket. Halló! Ne kezdjük. Na, ez most így hangosabb volt. Honnan hívsz bennünket, Jani? Most jelenleg Tömsöltre tartunk melózni. Aha. Mi a munkátok? Építkezés? Az igen, egy ház átalakítása. Aha. Mi? Hát egyházi. Ja, egyház. Igen. És mivé alakítjátok át? Egy másik házzá, vagy valami mezőgazdasági? Mivé alakítjátok át? Ja, ez egy ilyen családi ház. Uh-huh. Ilyen nyaralószerűség. Tehát teljes felújítás lesz, új járólapok, új ablakok. Igen, minden. Tető, minden. Uh-huh. Na, ez nagyon komoly meló. Jó van, ezt a szignált nem is adom le, mert megcsúsztunk egy kicsit. Kivel szeretné játszani?
Janival. Ja, ezzel a névvel, hogy Jani, én már éreztem az elején. Mi összetartozunk. Igen. Hát azt én nem tudom, ezt majd eldöntitek. Figyeljetek, akkor már is indul az egy perc. 3, 2, 1, rajta! Jani, szeretnél kérdezni? Kérdez, ezt nyugodtan. Dömsödre tartotok? Dömsödre. Dömsöd, ez ott van a Duna mellett, ugye? Ott van. Először vagytok ott a héten? Vagy lesztek ott a héten? Hülye kérdés, már mi? Több, mint egy hónapja. Egy hónapja ott dolgoztak már? Így van. Egy hónapja. Te melyik részét viszed a melónak? Hogy? Ács vagy, esetleg hidegburkoló, kőműves, mi vagy? Mi a szakmád? Segéd. Segédmunkás vagy? Igen. A mester keze. Köszönöm, János! Júj, de jó volt. Már nem neked, Jani, hanem, vagy értitek. Ne haragudj rám, Jani. Ezt... Igen. Be kellett húznom, Jani, ezt a pontot. Ne haragudj rám. Figyelj, így a hét elején muszáj volt, így is van, meg egyébként, hát szerintem itt a hallgatók is már írogatták, hogy egy kicsit passzív vagy, de ettől most eltekintünk, ugyanis János behúzta az egy pontot. Köszönjük szépen neked, dinamikus lakásfelújítást kívánunk. Szevasz! Jó munkát, sziasztok! Hello! Fogjuk arra, hogy rossz volt a vonal, jó? Nem, fogjuk arra, hogy nagyon jó vagy. 1-0. Ja, köszönöm szépen. Nagyon szépen. Sokkal izgalmasabb rám néz. Nagyon szépen indítottuk a hetet, maradjon ez így. 3 perc múlva 7 óra jövünk vissza a hírek után. 6 óra múlt már nagyon régen. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. 7 óra 29 perc. Hello, megjött a délutáni műszak. Já, ráérszed 7. A gyerekek. Ó, Istenem, szörnyű volt. Szörnyű kiszolgáltatott az ember. Szerintem elküldtem valakinek, Jani, helyettet, hogy én késem, de... Örült neki? Nem. Te megkaptad? Megkaptam. Válaszoltam is rá. Nem értem, hogy mert a telefonomban meg valamiért te ki vagy törölve, és egy sima fura szám vagy. És azt hittem, hogy elküldtem neked, meg valakinek, akinek mellé ütöttem, mert hogy... Nem, újra össze kellene barátkoznunk egy másik helyben. Hogy ekkorabban. Nézzek, ott vannak az SMS-ed, viszont a számodat nem ismerte föl, látod? Tehát fölül szám vagy nem, és nem tudom, hogy találtam meg kora reggel. De ennél nincs kiszolgáltatott a helyzet, mondjad? Hogy elgondolkoznék a Jani helyében, azért, hogy már esik. Miért nincs kiszolgáltatott ez a helyzet? Ez tudod, amikor fölriadt, tudod, és egyszerűen konstatálod, hogy vége van. Tehát ez elment. Bármilyen. És abban reménykedsz, hogy 5 óra 10, 4 óra 40, 5 óra 25. Tudod, amikor úgy reménykedsz valamiben, ami már valószínű nincs, és már szűrődik be egy kis fény a szobádba, vagy érzed, hogy világosabb van annál. De még úgy imádkozol egyet, Istenem, csak add, hogy ne. Add, hogy 5-20, mert akkor még megfogom a 6-ost. Telefon meg kell. Igen, akkor még itt vagyok, akkor még beérek. Telefon, keres, Isten, ne, 6 óra 14. Telefon, lerak. Még egy percig fekszik, tudod, akkor jön a mindegy. Hát igen. De engem is már életem értelmeébresztett reggel. És akkor ilyenkor érdekes, hogy az emberek mindig sikerül egy picit gyorsabban lezuhanyoznia, mint ahogy egyébként szokott, meg gyorsabban felöltözködni, meg gyorsabban lenyelni a vitaminokat, meg a gyümölcsitalt. Nekem is komolyan. Mondjuk ilyenkor mindig csak a veszélyeztetett pontokra koncentrálok szapanozáskor. De ugye, hogy van egy ilyen könyörgés benne? Hogy amikor ránézel az órára, Isten, ne, kérlek, ne, hát, ha ne, de igen. És, nem? És tudod, hogy vége van. És akkor már van egy ilyen egyszerű feladás. SMS megír és kényelmes érkezés. Te a 2 percet hova szorítod le? Még? Tusiban. Hát, 70 másodpercre. Igen, a matrózuhanyzással te mit csinálsz? Na mindegy, úgyhogy itt, de hogy milyen különbség van forgalomban egyébként mondjuk egy 5:30-os, meg egy 3:45-os, meg egy 4:45-es indulásnál, az elképesztő. Tehát ott a háromszorosára duzzad már ilyenkor. Pedig csak fél óra. Tessék? Pedig csak fél óra. És még korán is van. Igen, már mennek a fél óra. Évek. Igen. Na mindegy. Aztán a zenéből ítélve megérkezett Balázs. Nem, ez a Jason Derulo, igen. Rám vonatkozik a Jason, de ha én megjövök, mindig van egy Jason Derulo, ez egészen biztos. Egyébként. Ha vagy egy Goga, vagy ez. Igen, a kedvencem a nagy Jason Derulo. Akkor ti már megbeszéltetek mindent hétvégén. Meg, hogy mi volt, hogy volt. Így van. Átbeszéltünk egy csomó dolgot, de egy jó hírt azért tartogattam. Na, egy jó hír neked. Mindig jó jön hétfőre. Kérlek szépen, hát te nagy élharcosa vagy a magyarországi vasút közlekedés helyreállításának. Megtörténik a dolog, ma újra értelmezik, vagy már a hétvégén újra értelmezték a Vác-Veresegyháza szakaszt, és új menetrend lesz. Hogy én csak annyit szeretnék kérdezni, tényleg laikus vagyok. Erről akartam beszélni én is.
Hagyjuk későbbre? Nem, 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 itt van az új menetrendet, hogy töltöttem. Hogy, de tél, biztos, hogy én vagyok a hülye. Tehát ezt már meg se írjátok, tudom. És te se ostoroz, János, kérlek, én mindenbe ismerek. Hogyha most van egy menetrenden, ami 7:00-kor indítaná a vonatot, de az a vonat 9-kor tud csak elindulni, mert késik 2 órát. Ha azt én átteszem 7:22-re, attól jobb lesz a pálya? Nem, szerintem az van, hogy meghosszabbították az odaérési időt. Tehát hát az indulási idő szerintem ugyanaz, hanem a két vonal közötti különböző állomásokra való odaérésnek adtak több időt, és akkor a beérkezést módosították. Tehát mondjuk 6-kor el kell, hogy induljon, az 6-kor elindul, mondjuk mint a Vác-Budapest, vagy Budapest-Vác, viszont a másik oldal, ahova meg kéne érkezni, azokat szépen szakaszosan elkezdték kitolni. Gondolom én. És akkor nem, mert ha ugyanúgy késik, csak eltolták az indulás idejét, annak sok értelme nincsen. Aha. De várjál, nézzük meg, hogy mit mondom már, mert hogy van közlemény. Azt mondják, hogy gyorsabb nem, tehát így indul a közlemény, hogy gyorsabb nem, de az ígéret szerint ezzel legalább kiszámíthatóbb lesz az elővárosi közlekedés. Ez mondjuk jó. A hatát, hogyha ezen az 50, ugye Vác-Budapest az kb. 50 km, mondjuk tételezzük, hogy 10 kilométerenként van megálló, akkor azt tolják el. Tehát 6-kor indul Vácról, eddig mondjuk 6 óra 5-re kellett volna az első állomásra lenni, most azt mondják, hogy 6 óra 40-re van. Igen, csak ezzel az a baj, hogy a MÁV Start honlapján egyébként már fenn van a fennálló érvényes verzió, mindenki meg tudja nézni, hogy a vonatok jellemzően 5-10 perccel korábban indulnak majd, tehát akkor mégis van abban valamit, kicsit előrébb hozták. És a Budapest-Szop közötti vonatok menetrende 8-10 perccel, a Budapest-Göt közöttiek pedig 1-3 perccel lesz hosszabb. Aha. Na most azért itt nem 1-3 perces késésekről beszélgetünk, hanem fél óra 40 perc. Hát ez, hogy bizony. Fél órát késik, 40 percet késik, de most 3 percet hozzáadtam, az lehet, hogy azért az még nem húzza ki a mávot a bajból. Na most nem? Lehet, de szerintem ez mindenképpen egy szimpatikus vonás, mert hát, hogy eddig ugye mindig kimentek a kedves utazók, és bíztak benne, hogy nem fog késni, de késett. Most meg már ugye tudják, hogy késni fog, és ez egy kicsit későn mennek, tehát nem lesz olyan, hogy bizonytalankodás ott a peronon, hogy most lehet, hogy időbe jön, lehet, hogy nem, lehet, hogy késik, lehet, hogy nem. Nem. Késni fog, és kész. Aha. És akkor ezt már tudod, ennyivel később mész ki, 20 percre kevesebbet vársz majd a peronon. Ugyanúgy késni fog, de legalább kevesebbet vársz. Igen, de várj, hát van egy menetrended. Na most, ha a menetrend szerint most késik, most van egy menetrended, ami nyújtottál, egy percet, két percet, az megoldja nem a fél órás késés. És azt, ha hozzátok volna 20 percet, akkor az már valami. Na most lehet, hogy ez nem 3 perc vissza, hanem 23 óra 57 perc előre. És akkor abban már minden belefér. Abban minden benne van, igen. Egyébként 49 kilométeres szakaszt újítanak föl, ez a Budapest-Veresegyház-Vác, és 2015 májusában fejeződik be a felújítás. Tehát az egy picit arrébb van. 2015? 2015 májusában. Tehát másfél év. És ahhoz képest hozzáadni 2 percet a menetrendhez, ez nem túl sok. És ugye itt egyvágányú menetrend szerinti közlekedés van. Tehát azért van ez a sok csúszás, mert gondolom az egyet újítanak, egy jön, meg kell várni, míg átér, és akkor tud szembe elindulni. Aha. Tehát nincs találkozás nagyon. Úgyhogy igen, hát ez jó. Ez mindenféleképpen egyfajta pozitívum. Nem lehetne de ezt a 3 percet ma már le tudjuk tesztelni, hogy ez valóban működik-e. És nem lehetne szerintetek átalakítani azt a simpárt mondjuk két vonalra? Tehát, hogy egy oda, egy vissza. De én tudom, hogy nem úgy értem. Tehát ott van két sín egymás mellett. Én tudok olyan vasútról, ami csak egyetlen sínen fut. Van ilyen a világban. Igen. Egyébként nézzetek utána. Nem lehetne azt, hogy ez a két sín, ez két különböző vonal legyen. Az egyik szembe, a másik, egyik oda, másik vissza, nem? És akkor érted? Széjjelebb kéne húzni őket, mert így van. Két simpár, az nem két vonat, hanem 4. Értitek, ugye? Júj, mi lenne, hogyha beszereznének néhány új, gyakorlatilag kétszer annyi vonal lenne azon túl, nem? De az vastagabb az az egy sín, ami megy. A japánoknak van ilyen egy sínes, ugye? Igen. Igen, és az nagyon gyorsan is megy. Hát nem. Meg a franciáknak is. Gyorsabb is lenne, kétszer annyi vonat közlekedni. Nem, csak ennyi. Na mindegy, hát ha valaki most ezen a vonalon van, akkor írja meg nekünk, hogy ezt a 3 percet tudja tartani a MÁV. Csak kíváncsiságból. Ha még tud SMS-t küldeni, és nem remeg annyira kezd az idegességtől. Igen. Van mostanában egy fiú, aki fölbukkan mindenféle táblákkal, meg mesztelenül, meg nem itt látom, ott látom, forgalomban látom, nyilatkozni látom, de sose jutottam még el odáig, hogy elolvassam, hogy ő miért küzd. Ő mit akar megmenteni? Hát az... Valami forgalomban láttam most éppen ilyen mesztelenül. Aha, egy táblával. Egy táblával. De volt már, ő mit csinál? Az van a táblára írva, hogy kishantost csak a testemen át. Igen. Uh-huh. Kishantossal van valamiféle probléma. Ezek szerint el akarják menni tőle kishantost. Igen. Vagy nagyon melege van. Vagy nagyon. Igen. Igen. Ő valami területet akar megvédeni, nem? Vagy...
valamilyen, nem tudom. Na mindegy, igen, tudom, ez a kishantosi gazdaságról szól, nem? Hogy ő emiatt tüntet. Aha. Állandóan látom, de még nem volt erőm elolvasni. Tehát, hogy a kishantosi gazdaság tovább termelhessen? Igen. Köket. Ott van valami, nem is tudom, kis gazdaság, vagy ilyen mintagazdaság, vagy ilyen biogazdálkodás, aha, és ezt akarják valamiért megmenteni, ennyi eljutott hozzám, de hogy többet jelen pillanatban még erről nem tudok. Aha. Na mindegy. Ott van valami biogazdaság, és tehát, hogy ezt valaki el akarja venni, vagy elpusztítani, hát pedig, vagy eladni, vagy... Igen, ha biorépa nincs, akkor ti is szarba vagytok tegnap este mesztelen csávóval, úgyhogy ne vegyék el a kis santosi gazdaságot. Igen. Na, viszont Karolinánál hallottam, és mindenképpen akarok róla beszélni, mert ez megint egy érdekes dolog. Mi van, lefagyott? Persze, tehát, hogy így próbálok meg nagyon flott és gyors lenni, és rögtön mondani, hogy mi a jó Isten történik kis santosan, de hát ez nem mindegy. Engedj a technika. Nem baj, majd 10 után. Hogy vizsga kell majd a kutya sétáltatáshoz, hát erről egy kicsit beszéljünk, mert ez most megint valami új dolog, ami ugye tulajdonképpen arról szól, hogy ha te szeretnéd a kutyádat a belvárosban, vagy a budapesti kerületekben sétálni, vagy sétálni vinni, akkor neked kutyaiskolákba kell majd elvinni a kutyádat, ahol le kell vizsgáztatni, hogy póráz nélkül tud sétáltatni. Ugye? Alapjából erről van szó, hogy elkészült a városi kutyák vizsga tervezete. Nagyon jó. És akkor most a kutya lobbija mögött van, tehát a vizsgáztató lobby, mert ez pénzbe fog kerülni egyébként, csak mondom. Tehát, hogy kutyaiskolába járni, az pénzbe kerül, és ez teljesen jogos elvárás a kutyaiskoláktól, hogy ne ingyen dolgozzanak, de tehát pórázzal sétáltathatsz, de ha te póráz nélkül akarsz, akkor kell egy tanfolyamot elvégezni, ami után a kutya tudni fogja azt, hogy az ide vezény szóra oda fog ülni a lábadhoz. Alapjából ez erről szól, igen. Ugye január 1-én volt egy törvény, ami ugye, vagy hoztak egy törvényt, ami felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy foglalják rendeletbe, miszerint akár ugye 100, vagy nem tudom, pontosan 150 ezer forinttal sújtható az, aki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját. Kíváncsi egyébként, hogy valójában hány ember büntettek meg. És most azt mondják, hogy aki ügyes, és aki ezt elvégzi, az sétáltathatja póráz nélkül. Az jó. Az jó. És akkor viszed majd magad, de mindig az igazolásodat, vagy igen, pedig a nyakkörben lesz a, mondjuk az oltási bilótához hasonlóan valamilyen színes kis jelzés, amiből te kitalálod ne, majd, a hogy... francokat nem. Hát a kutya csip az erre is alkalmas, de most emberbe lesz ültetve, mert ugye nem csak... Jó, de megjön a lejelzési pillanatra. Tartsa a karját. Oda nyomják a tarkóthoz, a berendezés már le is olvassa. Ennyi. És akkor tudják, hogy te vizsgázott, vizsgázott kutyatartó vagy. Szerintem egyébként praktikus. És az erdőben rengetegszer találkozok olyan kutyatartó kollégákkal, kedves szintén állatbarátokkal, akik eleresztik a kutyájukat. Nem kevéssel. És azért vannak köztük olyan fajták, amik mondjuk így belig meggyőző külsejűek, itt most nem elsősorban a hávanyéze, bolonyéze fajtára gondolok. Hanem kicsit nagyobbra. És azért olyankor meg tud rettenni az ember. Én nem annyira, mert én bízom bennük nagyon. Meg a gáztőimben. Igen, meg a lábaimban. Meg abban, hogy sok fa van közelben, és elég jól mászok. De hogyha mondjuk sok gyerekes, vagy több gyerekes, vagy egyetlen gyerekes szülők arra sétálgatnak a kis emberkéjükkel, akkor azért ott van ilyettség. Esetleg, amikor így kikanyarodsz, bekanyarodsz, és szembe találod magad mondjuk egy bullterrierrel. Na de minden kutyát elküldenek majd vizsgázni? Tehát minden az apró... De nem értek a kutyára. Egyedül nem mennek el. Tessék? Egyedül nem mennek el. Annyira még nem okos a kutya. Tehát most vannak ezek a kisebb kutyák, akkor azokat el lehetne, vagy mindenki vizsgázol le? Tehát van neked egy, nem tudom, egy ilyen kis japán pincsit, vagy egy nem tudom, egy ilyen kis akármilyen kis pici kutyán, azt is te vidd el, hát az olyan hülye, hogy azt soha nem fogod tudni megtanulni, megtanítani. Te bizonyos fajták nem veszélyesek, csak hülyék. Igen, de az nem, az nem okosak. Kevésbé okosak. Kevésbé okosak, fogalmazunk így, igen. Meg lehet azt is, hogy minden kutyát meg lehet erre tanítani, hogy gyere vissza, ülj le. Fekül. Igen, ez csak időkérdése. Aha, tehát te 10 év, mire a kutyának vége, addigra meg is van a vizsga. Nem értem, hogy, tehát, hogy aki póráz nélkül, tehát nem értem az egészet, hogy most akkor az a baj, hogy a kutya póráz nélkül megy, és valaki, aki fél a kutyától, az találkozhat vele, vagy az a baj, hogy azok a gazdák, azok nem tudnak uralkodni a saját kutyájukon. Nem ért, ha én félek a kutyától, és velem jön szembe egy olyan kutya, aki egyébként levizsgázott, de a gazdája nem hívja vissza, mert nem látja rajtam, hogy fél, akkor miről szól ez az egész? Érted? Mert ugye ezt azt mondták, hogy pórázzal sétáltasd, mert gyerekek félnek tőle, idősek félnek tőle, vannak emberek, akik félnek a kutyától. Most levizsgáztatnak egy csomó kutyát. Ami egyébként nem egy rossz dolog szerintem, hogy ezt megnézik, hogy ki az, aki póráz nélkül sétált. Majd a vizsgázott kutyát elengedi a gazdája. Aha.
de én ugyanúgy összetoljom magam, ha jön mondjuk egy, nem tudom, egy magyar vizslany. Igen, ez föltételezi azt, hogy a kutya gazdája látja azt rajtad, hogy félsz, és akkor visszahívja. Na de honnan látnád? Tehát hogy jövök 600 méterről, és a kutya ott kolbászol mellettem elfutva a gazdájától, én fölkapom a gyereket, és sírva elkezdve visolyva. Na ekkor visszahívja a kutyát. Sűnbe megyek, és begurulok az árokba a gyerekkel, védve a testvéd, érted? És ő ezt nem látja. Akkor mitől fogja visszahívni a kutyát? Rávilágítottál egyébként ennek a dolognak a gyenge pontjára, én is azt gondolom, hogy valójában a félős embereket kell elvinni egy tanfolyamra, és rá kell őket emelni, hogy ne félnek azoktól a kutyáktól, akik szabadon vannak. Mert hogy attól tényleg, te még ugyanúgy fogsz félni a kutyáktól, hogy a kutya levizsgázott, illetve a gazdája levizsgázott. Figyelj, én most inkább, mivel nincs kutyám, meg sokat sétálok gyerekkel, és mindig a frász kapok az ilyen ismeretlen kutyáktól, amikor... Most inkább félsz. Ne, most inkább azon vagyok, hogy én odaállok, hogy igen, minden kutya sétáljon pórázon, illetve kijelölt helyen lehessen futtatni. Tehát én most abból a szemszögből közelítem meg, hogy mitől jobb ez nekem, én mondjuk egyáltalán nem félek a kutyánktól, de amikor a gyerekkel sétálunk, és látom, hogy jön egy kutya, tudom, mi olyan magas, mint a gyerek, hát én összetoljom magam. Hát látod, tudod, a gyerek oda nyúl. Elmegy mellette a kutya, felborítja, visszakap, körbe szimatolják. Hát a múltkor két kutya, mire oda néztem, két kutya egy körbe vette. Összetéveszti a gyereket az aportfájával, elszalad vele. Vagy csak kapjon oda, tudod, hogy a Benny meg, hogy csak kapjon oda. Tehát, persze. Na most, ha egy olyan kutya megy a gyerek köré, akinek egyébként már van papírja, de a gazdája cseszik visszahívni, mert mondjuk azt hiszi, hogy jaj, de aranyos gyerek, hát nem fél a kutyától, akkor ezzel mit érünk el? Semmit. Ennek mi az értelme? Hogy ez egy olyan dolog lenne, ami ténylegesen elterjed az országban, és mindenkit rá lehetne, minden kutyatartót rá lehetne venni arra, hogy elmenjen egy ilyen tanfolyamra. És ez a kutyának is egyébként jó lenne, mert hogy az a kutya, ami el van engedve, ami rohangálhat össze-vissza, ami kiélheti magát, egy kicsit így lemozoghatja saját magát, azért jobban érzi magát, mint hogyha pórázon sétáltatják, akkor ez egy tök jó dolog lenne. De szerintem azért ez egy elég erőteljes idea, hogy most már komoly mindenki el fogja vinni. Ez olyan, mint a csippesztetés. Szépen haladunk, már egy harmadnyi kutyában állítólag van. Pont most valami. Egy harmadik kutyában már tettek csípet, kötelező lenne, ugye, de nem mindenki tudja kifizetni a dolgot. Ezzel megint az a bajom egyébként, amit te felvázoltál, az nagyon jó, hogy minden kutya kiképezve, hogy a gazdinak az agy odaadása azt kéne még megoldani, mert amit a Balázs mondott pont, hogy hiába, még ha tudod is, hogy a kutya ki van képezve, meg a gazda is, ha a gazda nem szól neki, akkor ugyanúgy ráugrik a gyerekedre a kutya. Ugye? Csak akkor nem ugrik rá, ha a gazdi mondja, hogy bundás lábhoz. Most ez jutott eszembe, ne haragudj, nálunk vidéken így hívják a kutyákat, láttam a döbbenetet az arcon. Bundás lábhoz, de ha ezt a gazdi nem mondja, akkor a kutya ugyanúgy ráugrik a gyerekedre. Ugye? Tehát, hogy kéne egy kis agy a kutya sétáltatáshoz. Biztos nekünk is, akiknek nincs kutyája, kellene, hogy ne ott sétáljunk, ahol a kutyák is sétálnak, de ez lenne a legfontosabb. Meg ráadásul ilyen alapon például a szőrtenített lábak azóta sem fog menni a kutya. A bunda mi? Mert hogy mondanak neki, hogy bundás lábhoz. Egyébként maga az ötlet szerintem nem rossz. Hát az szimpi az, hogy az a kutya legyen csak elengedve, aki egy szóra vissza tud jönni. Tehát mondjuk én oda szólok neki, ne haragudjon, fogja meg a kutyáját, akkor az a kutya az garantáltan visszamegy a gazdájához. Tehát ugye ez az alapfelvetés. Ami egyébként tehát nem egy rossz ötlet. Csak neked is abban igazad van, hogy tényleg a gazdákat is el kéne küldeni egy iskolába, nem? Tehát akinek kutyája van, az valahogy úgy gondolkodik, hogy ő tudja, hogy az ő kutyája nem bánt és nem harap, és ezáltal, ha ő póráz nélkül sétáltatja, akkor az egy jel, amit ő közöl, hogy nyugi, azért sétáltatom póráz nélkül, mert nem bánt, nem harap. De ettől az, aki fél a kutyáktól, vagy gyereke van, az nem nyugszik meg, hogy az a kutya póráz nélkül van, és a gazdája nem hívja vissza, mert nem tudja, hogy most az milyen megfontolásban van póráz nélkül. De ha ez a rendszer elterjed, és mindenki számára mondjuk egyértelmű lesz, hogy ez van, és hogy csak akkor engedhetnek el a kutyát, és csak akkor sétáltathatnak póráz nélkül, ha elvégeztek egy ilyen tanfolyamot, a kutyus is, meg a gazdi is, akkor onnantól kezdve az emberek majd megnyugszanak. A félős emberek is mondjuk egy kicsit így kevésbé kerülnek majd a fóbiájuk hatás alá, hogyha meglátnak egy elengedett kutyát, illetve azt mondják majd, hogy nyilván azért van elengedve, mert már elvégezték együtt a tanfolyamot. De ez idő kérdése. Igen. Ti pórázon sétáltok? Igen. Már nem te, hanem a nem, kutya. Nem, de a gyerek, ugye? Igen. A gyerek. Nagyon ügyes, már a kutya engem sétáltat. Igen, már két lábon járt, te pedig nagyon csóválatos vagyunk, és mi ráadásul mindenféle szinten kerüljük az esetleges konfliktusokat, tehát hogyha a gyerek rohangál, hogyha ismeretlen van, ismeretlen kutya, mindig mindent kerülünk. A kertek alatt iszkolunk. Nagyon odafigyelünk rá. Semmilyen szinten nem konfrontálunk. Kutyafuttatóra szoktatok járni? Nem, soha. Nem? Nem. De miért nem? Nem jó?
Hát nincs a közelünkben ilyen kifejezett kutyafutató. Nálunk most csináltak még egyet, úgyhogy ha lenne kutyánk, mi már két helyre is tudnánk járni. Az egyik az nagyon jó, mert tele van ilyen akadályokkal, játékokkal. Tehát kupacokkal. Hát a kupacok is vannak, de ott egyébként érdekes, mert ott rendes a gazdi. Tehát zárt területen van a többi kupacoló kutyával együtt, és ott nem kupacol. Illetve kupacol a kutya, de összeszedi. Össze is kell, mert ezek viszonylag kis területen vannak, vagy kis területre korlátozódnak ezek a kutyafuttatók, úgyhogy azért nem baj, hogyha az ember nem lép bele mindig valamilyen gyalogsági aknába. Fia, a 13. kerület az egy ilyen kutyafuttató fellegvár. Komolyan nagyon-nagyon sok van nálunk. És van külön kutyafuttatótok? Igen. Ahol elengedheted? Ahol elengedheted. De az jó. Az egyik az nagyon közel van hozzánk, az az ilyen játszóteres, már úgy ért, hogy kutyajátszóteres, de most láttam egy másikat is megnyitottak, az meg egy hosszú, tehát az direkt ilyen speciálisan arra való szerintem, hogy fusson a agaraknak. Egy agárversenyt lehet rajta rendezni, mondjuk ott még senkit nem láttam. De hát majd odaszoknak. És ha mi lehet egy ilyen vizsgán, amikor ugye azt mérik, hogy a kutya visszajön-e? Ebekkel, vagy más kutyákkal, vagy macskákkal tesztelik? Egy műnyulat húznak. Vagy egy tüzelő szukát visznek oda a kanoknak, és megnézik, hogy úgy vissza tudod-e hívni, mert azért az például nagy mesterség, úgy egy kankutyát visszahívni, vagy a gazdát is tesztelik például? Hogy van-e elég intelligenciája ahhoz, hogy kutyát tartson? Hát plusz, hogyha ilyen tesztelés van, akkor viszont gyereket is oda kell vinni, ugye, mert az a legnagyobb veszélyforrás, hogy gyerekkel találkozol. Szerintem felsoroltatok szinte mindent. Aha, tehát nyúl, tüzelőszuka, gyerek. Ha ezt a hármat megugrott, akkor sétáltathatja a gazda. Illetve a debreceni páros, gőzölgő. Tényleg haja. Mert én nézem, hogy a vizsga arról szól, írják az interneten, hogy tipikus vagy extrémebb helyzetekben mi történik a városi kutyával előforduló szituációkban. Mi egy extrém helyzet egy városi kutyának? Hát ez az. Ha sineke rohangál is. Megijed a villamos. Igen, az extrém helyzet. Felmérik, hogy a gazda képes-e irányítani a kutyát az ingerek közepette. Tehát, hogy te minden pillanatban tudod-e uralni a kutyádat. Az ingerek vagy a zsákmányszerző vagy a védőösztönét célozzák meg, és a bíró van egy, látja a tesztvizsgán, és ő dönti el, hogy a kutya alkalmas-e arra, hogy póráz nélkül sétáljon. Ez egy nagyon jó kezdeményezés szerintem. Hát látvány, hang, állatok, másik állatoknak a feltűnése adott esetben. Figyelj, gyerekek. Ezek a megállók. Busz megállóban nyüzsgő tömeg, ahol annyira közel jönnek, hogy kisjár rálépnek a kutyára. Óbégató focidrukkerek feltűnése. Júj, de jó ez. Váratlanul kicsapódó fekete esernyő. Kismotort húzó gyerek, elgoruló labda, fogocskázó visongó emberek. Tehát itt azért itt keménynek kell lenni, hogy egy ilyen vizsgán átmenjél, nem? Füldugót a kutyának. Ja. Hát nem hallja meg az izé a visítozó. Meg szemlekötő. Az is jó. Meg a orcsip, ezt, hogy ne is érezze. És ezek nyilván csak az alapok. Tehát, hogy ezen kívül még vannak különböző fokozatok. Nyilván. Meteor becsapódás, harmadik világháború, atomtámadás. Igen. Na mindegy, érdekes. Én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből ez a kutyások és a nem kutyások harcából tulajdonképpen, hogy ki győz. Hát de maga ez a kezdeményezés, legyen. ez jónak tűnik. Te hát ne harc legyen, az lenne így jó. Van, szerintem ez egy ilyen békés egyes eletélés kell, hogy legyen, mert mindenkinek igaza van ezekben a dolgokban, de tényleg az lenne a legjobb, hogyha nem ugranának sem a szóát, hogy sem a való értelmében egymás torkának. És erre ez egy jó kezdeményezés. Igen. 7:30 pontosan, 1 perccel Óven bácsira, Beru nénire lehet egészen bátran jelentkezni. Mi volt a fekete férigennemben? Micsoda, mi az, hogy mi volt? Hogy lehet ezt így megkérdezni? Mikor ez a srác itt veled szemben megindult? Na, hát egy na. Rágtál, és azt mondtad, hogy akkor is adjuk meg az alaphangot. Egy drúszámat nyomtam le. Igen? Na jó van, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. És ugye a kötelező kutyavizsgáról beszélgettünk, amit nem sokára bevezetnek, most még ezen ugye mindenki dolgozik, a Vidékfejlesztési Minisztérium előtt is ott van maga ez a módszer, hogy lehetne ugye kutyákat levizsgáztatni, de ugye arról van szó, hogy azok a kutyák sétálhatnának majd büntetés nélkül, póráz nélkül, akik elmennek a gazdájukkal együtt egy vizsgára, és ott megmutatják, hogy bírják a különleges helyzeteket, és ha ezt a kutya megcsinálja, akkor lehet sétáltatni büntetés nélkül, póráz nélkül. Ez a tervezet. A jól nevelt kutya az hallgat a mondjuk a család egyéb tagjaira is? Hát ez egy jó kérdés, mindenhol falkavezér van. Aha, vagy csak arra, akivel a kiképzésen járt. Hát mindenhol egy falkavezér van. Mert akkor mindig ugyanannak az embernek kell vinni a kutyát, és ha véletlenül őt időgyulladása 2 hétig otthon fekszik, akkor addig a kutya nem megy ki. A kutya hajlamos azért arra, hogy egy valakit fogadjon el a családból, igen.
Na most, ha az mondjuk nincs otthon, és egy nem falka vezér típusú ember sétáltatja, akkor azért a kutya nem mindig alkalmazkodik, meg engedelmeskedik. Azért akinek van kutya, ezt tudhatja, hogy van egy a családban, akit feltétel nélkül. Nem? Ez így van. És aztán... hogyha, ha ő esetleg megbetegedik, ahogy ezt a Feri is így vázolta, akkor érdemes mondjuk annak, aki kiviszi, nem elereszteni a kutyát. Igen, a pórázon menni. Repülni utána, mint Károly bácsi a frakban. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, mondd ezt nekem egy keresztnevet, nem látom. Igen, Laci vagyok, én voltam benne nálatok akvamentő kutyával, Janit kerestük meg egy szekrénybe. E, tényleg, igen, hello, jó reggelt. Ez a legendás idő. Na igen, mennyit bókáztunk régen, Jani elbújt egy szekrénybe, a kutya megtalálta. Mondtad, hogy szeretnél hozzászólni ehhez, vagy van véleménye a témában? Igen, abszolút. Ugye alapvetően az van, hogy külföldön nem ahhoz kell vizsgálni, elengedtessétek a kutyát, hanem ahhoz, hogy kutyátok lehessen egyáltalán. Tehát, hogy ez sokkal mélyebbre menő probléma. Hol van ilyen ország? Vagy melyik ország ez, ahol... Ez a Németországban már így működik, hogyha valaki szeretne örökbe fogadni egy kutyát, akkor onnantól kezdve neki komoly vizsgákat kell letenni azért, hogy hozzájutasson ahhoz a kiskutyához, és utána évente visszaellenőrzik azt, hogy ő milyen körülmények között és milyen rendszerességgel tudja őt elvinni különböző helyekre. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy a kutyatámadásoknak vagy a kutya baleseteknek a döntő többsége az nem a városba történik, hanem pont azokkal a kutyákkal történik, akik sose szoktak póráz nélkül sétálni, hanem egyszer elszabadulnak a lánctól. És azok meg agresszívabbak, vagy azok akkor ott élik ki azt, hogy végre szabadon vannak? Nem, csak gondoltok abba bele, hogy hány olyan falu, település van, ahonnan hallunk kutyatámadásról, és nehéz elképzelni, hogy az az öreg néni, vagy öreg bácsi, vagy teljesen mindegy, egy kicsoda, el fogja vinni 150 ezer forintért a kutyáját egy tanfolyamra, hogy aztán póráz nélkül sétáltathassa, de igazából sose viszi ki a kertből, tehát teljesen értelmetlenné válik. Igen, ezért mondtam azt, hogy ez egy nagyon szép idea, de hát ugye tudjuk, hogy sok embernek sajnos arra sincsen pénze, hogy mondjuk az alapvető csipeltetést megoldja, nemhogy még arra, hogy aztán elmenjen egy tanfolyamról, befizetsen. Nézd, én azt gondolom, hogy én ezt tök máshogy látom, ha van pénzed arra, hogy állatorvoshoz vidd, ha van pénzed arra, hogy etesd, akkor legyen 2000 forint. De akkor legyen 2000 forintot, hogy becsipelteted. Legyen, tehát, hogy, de nincs. De én értem, akkor viszont nem kell kutyát tartani. Ezért tehát, hogy a kutya jár bizonyos költségekkel. Ha a kutyára annyiba kerül, hogy te becsippeltesd, és 2000 forint, ez egy egyszeri költség. Tök igazad van, de szerintem most azért ki lehet gazdálkodni. A nagyvárosi kutyatartókról beszélsz, én most azokról az emberekről beszélek, akik szerintem azért tartanak, nincs rá. Nem, akik azért tartanak otthon kutyát, mert mondjuk féltik az otthonukat. Szerintem, Jani, azért 2000 forintot ki lehet gazdálkodni, vagy 3000 forintot, tehát, hogy szerintem inkább ott igény nincs az emberekben, mert azt mondják, hogy hát nem kell, úgyse viszem ki, láncon rohangál, nem úgy szocializáltam magam, nem szökik az el, minek tegyek bele csipet, de én ezt nem tudom soha elfogadni, hogy akkor most nincs, van egy kutyád, eteted, ittatod, elvileg orvoshoz viszed, oltatod, és akkor közben egyébként meg erre 2000 forintot ne legyen. Nem egyébként alapvetően a csipeltetés az egy fontos és jó dolog. Az, hogy egy kutya visszívható legyen, az alapvetően nem azon múlik, hogy mennyire jól képzett a kutya, hanem milyen kapcsolata van a kutyának és a kutyavezetőnek. Lehet persze különböző erőszakos módszerekkel tanítani, de akár csak mi nálunk a mentő kutyákat nézzük, egy jól képzett és normális kutya, és nem mentő kutyáról beszélek, annak az a normális, hogyha a gazdájára 10-15 másodpercenként visszatekint, hogy mi történik vele. Ugye itt azok a kutyákkal szokott baj lenni, akik egész életüket egy kertben élik le, utána a gazdi kiviszi őket, elengedi, és gyakorlatilag semmiféle egyéb kapcsolatuk nincsen azon a 3-4 percen kívül, amit együtt töltenek a kertben, amikor a gazda átmegy a kerten, amikor elmegy otthonról, vagy hazaérkezik. És akkor te mit mondasz, hogy mi lehet a jó, vagy mi lenne a megoldás? Mindenképpen ugye itt azt kell látni, hogy ezt azonnal nem lehet megoldani, tehát egy olyan rendeletet hozni, amivel aztán igazából a kutyáknak, a kutyatartóknak a negyedese fog foglalkozni, mert inkább azt mondja, hogy jó, akkor nem engedem el a kutyát. Végülis ezzel megoldódott a probléma, de maga az állattartási szokások, meg az állattartással kapcsolatos problémák nem oldódnak meg ezzel. Tehát itt sokkal mélyebben kéne elkezdeni. Miért például úgy, hogy ugye itt egy kutya élet az 8-10 évben mérhető, tehát ha most elkezdenénk egy olyan képzést a gyerekeknek akár, ami megtanítja őket arra, hogy hogyan kell ezekkel az állatokkal bánni, és mikor érdemes ilyen állatot magukhoz venni, akkor lehet, hogy nem ilyen gyorsan, de hosszabb idő alatt megoldódna ez a probléma. Uh-huh. Hogy már egészen fiatal korban elkezdeni. Igen, gyakorlatilag ilyen jellegű képzés nincsen nagyon most Magyarországon. Egyébként én nem értem, hogy miért nem inkább a szájkos adat finanszírozzák, vagy forszírozzák.
Tehát, hogyha attól félünk, hogy a kutya valakit bánt, vagy megharap, a kutyára szájkossarat teszünk, szerintem kevésbé rabság neki, mint egy állandóan pórázon sétáltatott kutya, akit nem tudnak elengedni, nem tud eleget futni, agresszív lesz az állandó póráztól. Aztán egyszer elengedik, és az állandóan pórázon tartott kutya, akit egyszer elengednek, az, ahogy te is mondod, sokkal veszélyesebb. Akkor miért nem mondják azt, hogy mindenkit megnyugtat a szájkossár, a kutya nem hal bele, viszont szabadon jöhet, mert rohangákat hallgathat a gazdájára. Hát azért, hogy 60 kilós kutya ráugrik egy 4 éves, igen, gyerekek éves ugyanúgy. Alapvetően szerintem maradjunk abból, hogy városi körülmények között elengedni egy kutyát teljesen bolond dolog. Ő nem oda született, bármitől megijedhet, bármennyire jól képzett és bármennyire okos kutya. Az az út, ameddig a pórázon elvisszük a kutyafuttatóig, azt a kutya is kibírja, meg a gazda is kibírja. Aztán a kutyafuttatón pedig szabadon tud. Inkább növeljük a kutyafuttatók számát, az olyan területek számát, ahol egyébként el lehet engedni a kutyákat. Uh-huh. Igen, ez is jogos. Köszi, hogy elmondtad. Köszönöm. Köszi, ciao, hello, hello. De Feri, ha már 3-4-ös gyerekre szájkosár nélkül ugrik rá a kutya, akkor érted, tehát ha már odáig jutunk, hogy ráugrik. De ha csak szájkosár van rajta, érted? Na én értem, jó, de hát ha már ott tartunk, hogy ugrik, akkor már miért is ugrik rá 3-4-es gyerekre a kutya? Tehát azt mondtad, hogy ha már ráugrik, akkor a szájkosárral megüti. Hát szájkosár nélkül megüti, meg megharapja. Nem megüti, hanem az annyira megképzeld már el, hogy mondjuk a Benire ráugrik, vagy hogy Pannára ráugrik, mondjuk Panna megeszi, de mindegy. Tehát ugrálás közben legyen. A Panna kettőnél csak a szájkosár marad. Érted? Tehát akkora stressz egy gyereknek, képzelj el egy 45-50. Persze az ilyettség ugyanúgy megvan. Tehát, hogy érte, hiába nem tudja megharapni, az a gyerek úgy fog félni egész életében a kutyáktól, hogy az kikezelhetetlen. De abban igazat vegyük, hogy a semminél százszor jobb, ha szájkosár. Tehát ha már el van engedve, és ezzel nem foglalkozik a gazdája, már pedig ez a gazda felelősség elsősorban. Soha nem a kutyát kell hibáztatni, mindig a gazdát kell hibáztatni, szerintem bármi történik. De akkor már, ha elengedi, akkor legalább szájkosár legyen rajta. Na jól van, oké, megbeszéltük ezt. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Timi vagyok. Szia! Hello, Timi! Sziasztok! Honnan jössz minket, Timi? Most már 60-ból. 60-ból? Most igen. Már? Az mit jelent? Mert eddig utaztunk ide. Na, tényleg? Igen, hát munkába, igen. Mit dolgozom, mit csinálsz? Hát egy gyárban dolgozunk. Gyárban? Milyen gyárban? Tudod, ez mindig összeejtelmezi, ki hol dolgozik. Igen, ez a legnagyobb rejtély. Abszolút, igen, senki nem akarja elmondani. Jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Figyelj, Timi. Rendben, oké. Zapatolnak. Vonatoznak. Kipróbálják az új menetrendet. Az, hogy igen, késik el vonat. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Oké. Okay. Na. Húha. Lehetne még egyszer? Persze, figyelj. Oké. Okay. Na. Régebbi. Ennyit segít. Mennyire régi? 80 éves? Jó, hát nem, annál azért egy kicsit fiatalabb. Vagy mondják? Mindegy. Na jó, vesszen jó. A bögre. Vesszen a bögre, jó? Kivettük, figyelj! Oké. Okay. Na. It's my life. Oh, az megismerhetetlen volt pedig. Szuper! Óven bácsi saját magára énekelt rá a darabban. Hát mi volt? Tényleg ott hogy énekelt? Hogy... Na, mindegy is egyébként, jó. Oké, okay, Timi, megvan az ajándékcsomag. Na, szuper, örülök neki. A bögre nincs. Na. Viszont a többi megvan. Akkor szuper, rendben. Jó, jó munkát nektek küldjük. Jó van, köszi, nektek is, sziasztok. Hello, ciao. Olyan furán énekelt ezt Óven bácsi, nem? Hát itt ott magát kísérte. Igen. Lampon. Na, jövünk a hírek után, 4 perc múlva 8 óra, és folytatjuk orvosos témánkat, mert ez a fogorvosi téma, ez rendkívül nagy siker volt, ugye talán csütörtököt foglalkoztunk ezzel, és rájöttünk, hogy még van egy csomó olyan doki, amikor az ember kiszolgáltatott, és izgulva megy oda, de hát muszáj. Férfiaknak ugye ilyen például hány év felett? 40 év fölött? 40 év felett. 40 év fölött, igen, már mondjuk, 40 év fölött.
Az urológus, ugye? Értem. Például. A menedzser szűrés. A menedzser szűrés, amire hát kénytelen vagy elmenni, és ott mindenféle rossz dolgok történnek veled. A nőknek pedig ugyanilyen kiszolgáltatott, de hát ők már ezt egészen fiatalon átérzik, ugyanilyen kiszolgáltatott helyzet. A nőgyógyász, amikor is nem mindegy, hogy férfi az illető, vagy nő az illető, bár a legtöbb esetben egyébként férfi a nőgyógyász és férfi az urológus. Ugye? Hát ez az. És kinek milyen tapasztalatai vannak ezen a téren? Kinek mit csinál, mit mond, milyen szokásai vannak a saját nőgyógyászának? Furcsa, nem furcsa, beteges, nem beteges. És milyen, amikor a férfiak urológushoz mennek, ugye tudjuk nyilván, de ott is találkozni különböző habitusú orvosokkal. A gyengéd, a kedves, a mogorva, a durbele, a semmi előjáték, azonnal nézzük, amit nézni kell. Tehát hát, tulajdonképpen ez a két nagy orvoscsoport van, akihez ugye előbb-utóbb mindenki eljut. Vagy azért, mert nő, vagy azért, mert férfi, de menni kell. Úgyhogy ezzel a témával foglalkozunk, várjuk a tapasztalatokat, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra 12 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Budai rakpart Óbudáról befelé már a Mozaik utcától áll, és nem is nagyon lehet haladni. Azt mondja, hogy sziasztok, helyzet jelentek, Szentendréről szeretnék bejutni sikertelenül. Szentendrei út áll, a Megyeri hídra feljutók sora az Omszki végén van. A Pusztakuti út közelében jutni pedig lehetetlen. Ötlet? Kérdezi Kata. Ezt most így... Távmunka. Igen, innen nehezen tudjuk ezt megoldani. Tehát az otthonról való munkavégzés. Az segít, igen. Az M7-es bevezető szakaszán a szokásos reggeli dugó van, de a rabszállító autó szágultat a belső sávban szirénázva. Nem tudjátok véletlenül hova sietnek? Kérdezi egy hallgató. Átszállítás? Gondolom én. Nem? Igen, valaki valóban. Különösen veszélyes bűnözőket szállítanak. Igen, Pongrácz út a Kőbányai út felé a Horog utcától villamos pálya felújítás miatt torlódik, minimum 10 percet kell várni, valamint M3-as Füzesabonytól Gödöllőig lavinamentes, ezt Attila üzente. A Moszkva téren két kisebb koccanás is lassítja a forgalmat, üzeni Akrobata, valamint Mázsatér Kőbányán megvárták a hétfőt, az őszi szünet végét és a villamos felújítást elkezdték. Egészen pici dugó, 15 perc állunk befelé. Kevesebb viszont a trafi. Véget ért a lavina? Nem úgy volt, hogy november közepéig gurul? Hömpölyög? Két péntek, azt hiszem ez a hét. Ugye, hogy egy héten belül nem minden nap, igen, hanem van, aha, mint kevesebb trafit látok. Én azt hittem, hogy ők kivonulnak, és most lavina van november közepéig. Hagynak nekünk kegyelem napokat, amikor fellélegezhetünk. Amikor egy kicsit könnyebb, igen. Egészen jó filmet láttam moziban, képzeljétek el. Melyiket? Szörnyű címe van, meg az egész szörnyű, nem is ültem volna be rá, de valaki elrángatott, és megnéztem péntek este. A Ron Howard rendezte, ő azért nem csinál rossz filmeket, volt egy-két mellényúlása is, de hát egészen jó rendező szerintem. És a Niki Laudáról, meg a James Huntról szól egy abszolút korhű, valós események alapján elinduló a Forma 1 világáról szóló film. Ez zseniális. Ott ugye az soha van, nem ülnék be egy ilyen filmre, ha valaki már nem látta volna, és nem mondaná azt, hogy tényleg nagyon jó. Ugye Lauda, mint osztrák pilóta, és a James Hunt, mint ugye brit pilóta, ők hogy találkoznak a Forma 3000-ben, onnan hogy kerülnek át a Forma 1-be, és mi történik abban az évben. És benne van a Laudának a nagy balesetei, és utána a kihagyott futamok, a Lauda felépülése, hogy a kórházban is annyira elszánt, hogy miközben éppen a tüdejéből szívják ki a váladékot, tévén nézi, hogy a James Hunt hogy nyeri meg közben a futamokat, és aztán a mindent eldöntő japán nagydíj az 1976-os évből. Két teljesen más karakter, a Lauda a precíz, csak az autójának élő, a mérnököket segítő, hihetetlen precíz osztrák autóvezető, a James Hunt pedig hát egy playboy, aki szintesen csajozik, minden nőt elkap, de rettenetesen győzni akar, és a két karakter szembeállítása egymással hihetetlenül jó. Állítólag régi bejátszások is vannak benne, és nem lehet megkülönböztetni az újtól. Nem tudod megkülönböztetni, vannak benne archív képek is, és mind a rendező, mind a Laudát játszó ember nagyon sokat beszélgetett a Niki Laudával. Ugye James Hunt-tal nem tudta, hiszen ő már meghalt. De hogy a Laudának is nagyon tetszett, és mondom, arról az egyetlen egy évről szól, hogy két ember két perspektívából hogy élte meg ugyanazt. A nagy 1976-os Form 1-es évet, amikor is tulajdonképpen néhány pont döntött valakinek a javára, de nem mondom el, hát ha valaki meg akarja nézni, és nem ismeri. Szenzációs. És nagyon kellemes csalódás benne Thor.
Akarom mondani Chris Hemsworth. Ő játssza a James Huntot, akiről eddig nem gondoltad volna, hogy, hogy jó színész. Voltak rá utaló jelek, de hogy egyébként ez az első igazán nagy dobása, azért ő már játszott egy-két jó filmben is, számomra jó filmben, de alapvetően egyébként ez volt az, ami most így bebizonyított, hogy ez a srác, ez azért túl. Igen. Nem csak jól néz ki. Valószínűleg nem ülsz be rá, mert eleve Hajszal a győzelemért tök hülye cím, ugye, meg Forma 1, meg 1900 Rás az eredeti. 76-os állat, és volt egy barátom, aki már háromszor látta, és értem, hogy tud hogy egy ilyen filmet megnézni háromszor, de egyszer egészen kiváló alkotás. Nagyon jó. Tényleg. Tudom, mire vagyok most kíváncsi, erre a na. Las Vegas, vagy mi a... Ja, Istenem, ne négy öreg ember Oscar-díja. Tök jó. Szerintem olyan jó sztori, nem? Én az a baj, hogy sok mindenre nem tudok már sírni se, ahogy ezt tegnap kiderült, de sok mindenre nem tudok nevetni se. Tehát a másnaposok jó volt, de hogy most ez a négy nagyon helyes ember elmegy egy valószínűleg rossz forgatókönyv alapján, és akkor ott jaj, viszki, hát úgy érzem, már a golyóim is mozognak, és ilyen poénokat tolnak. Jaj. A szereposztás nagyon jó. Hát hogy játszanak? A szereposztás mi a magyar címe? A pénz nagy úr? De szemét vagy igen, már igen, arra, mindent a pénzért. Ugye a Michael Douglas játszik benne, a Morgan Freeman játszik benne, a Robert De Niro játszik benne, és a Calvin Klein játszik benne, azt hiszem. Mm-hmm. Vagy Calvin Klein, nem tudom. Nem tudom, most az alsónadrágodat mondod, vagy a színész, ezeket mindig keverem, hogy most Calvin Klein van a gatyám, és a Calvin Klein a színész, vagy a Calvin Klein van a gatyám, és a Calvin Klein játszik. Nem tudom, valami ilyesmi. Calvin Klein. Igen. Valami biztos, vagy egy alsógatya, vagy egy színész még benne van. Hogy, igen. Hát csak jó lehet, nem? Szerintem nem. Hát nézd meg azt, amit mondd el. Szerintem nem. Aha. Szerintem azon kettőt tudsz röhögni, az már jó. Lehet, hogy nem nevetni kell. Hát jó, de... Na, egyébként, bocsánat, hogy fél mondat elejé visszatérve azért még a Rásra, Niki Lauda is nagyon jókat mondott róla, aki egyébként végtelen jó fej, és már így visszatekintve így a sok-sok évvel korábbi szörnyű esetre, amikor ugye majdnem bent égett az autójában, elmondta, hogy gyakran játssza el például a riporterekkel, elsősorban a kezdő riporterekkel azt, hogy amikor nyilatkozik erről az esetről, akkor egy kis tréfát is csinál, például egy olyat, hogy még mielőtt a riport megtörtént volna, kivitt a pályaszélére egy kis kifli csücsköt, és amikor beszélgetésben odaértek, hogy és a tragédia, és hogy éltem meg, és a felépülés, stb., akkor így azt mondta, hogy hopp, valami van ott a fűben. Mi ez? Nézd már, megtaláltam a fülem. Kell óriási arc az előtt. Lauda nagyon egyforma a kis piros sapkájában, igen. Na, Balázs, azt a filmet csak most láttad, már lassan a tévében is leadják, olyan régen játszák már. Hát jó, hát ennyi lemaradásom van, általában egyébként inkább letöltök, de hogy igen, ezt most elmentem. Bocsánat, hogy ezt ilyen későn tudtam megnézni, de igen. Picit úzással azért ez egy idei film. Ide tényleg elég régóta van már moziba, kb. 3 hónapja. Na, urológus nőgyógyász, ugye hát ez is mindenkit érint. Így van. Csütörtökön foglalkoztunk egy olyan témával, ami hatalmas siker volt, mert mindenkinek van fogászati élménye. Vagy azért, mert elküldték, vagy azért, mert elrángatták, vagy azért, mert jár magától, vagy igénye van arra, hogy szépek legyenek a fogai. Mindenesetre rengeteg hozzászólás jött már a téma lezárása után is, hogy kinek milyen a fogorvosa, mit csinál, mit mond, milyen szokásai vannak, jó fej, nem jó fej, meleg a keze, hideg a keze, jó csaj, pasi, szemez, csajozik, pasizik, mit csinál. És arra gondoltunk, hogy ezt a témát tovább visszük, mert hogy nyilván ez is egy ilyen... Van egy speciális fogászati eljárás, amit a végbélek keresztül. Igen, ezek ilyen nagy kollektív tapasztalások, és az a jó, hogy ez tényleg minden emberre érvényes, ez mindenkit összeköt, vagy azért, mert fél tőle még nem volt, de majd kell menni, előbb-utóbb nem utca meg, vagy azért, mert gyűlöl járni, de minden hónapban, vagy fél évente legalább egyszer el kell menni, vagy azért, mert nő, vagy azért, mert pasi, de előbb-utóbb, ugye ezek a kollektív élmények, hát rájuk is vonatkoznak, mindenki átéli. És ilyen a következő nagy témánk, vagy a csoport, ugye, az urológus kontra a nőgyógyász. Hát ez két olyan dolog, amit szerintem a nő nem akar nagyon megélni, a pasi se, de muszáj. Ugye? Tehát el kell menni, túl kell rajta esni. A pasiknak egy adott kor fölött, a nőknek már egészen fiatalon. Legalább fél évente vagy egy évente minimum egyszer el kell menni. Hát vagy nem kontra, hanem és. Hogy mert akkor érted, aki ez például mondjuk így tandembe nyomja, hát ő aztán halmazza az élvezeteket. Tehát urológus és nőgyógyász. Tehát az már az extra. Tudja. Onnan indul, hogy az ember laikusként azon gondolkodik, igen, le kell venni a nadrágodat. Laikusként azon gondolkozik, hogy még a nőgyógyászt egyébként meg is érted. Ugye, mondjuk egy szülész nőgyógyász, hát abban azért nagyon-nagyon sok szépség van. De hogy az orvosi szakmának annyi szép ága van, meg leágazása, meg hát egyáltalán, szóval, hogy annyi felé tendálhat az ember, amikor választhat. Hogy miért pont? Hogy például ez az urológia, ez azért ez nekem egy nagy rejtély.
Volt még patológus lehet. De ha ott tényleg annyi irányba mehetsz, hát elvégzed az 5 év általánosat, és akkor utána gondolom már valamerre tendálsz, valamit tetszik, valamit szeretnél. Tehát ez az urológia, ez számomra egy óriási rejtély. Hát biztos, hogy jobb a túl a pénz. hogy golyókat emelgetni, blendébe nézni, ugye? Hát szóval, hogy nem tudom, az ember azt gondolná, hogy azért ennél vannak nemesebb dolgok az orvoslásban, mint hogy te például urológus legyél. Hát nemes szerv ez is. Tessék? Azt mondjuk rá, hogy nemes szerv, úgyhogy hát ez, szerintem ez olyan, mint a családügyvédjének lenni, vagy pedig, amit tudom én, egy svájci bankszéfet őrizni, és, mert akkor átbízzák a legnemesebb értékeidet, érted? Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a urológusod az a bizalmasod is egyben. Aha. Összejársz az urológusoddal? Hát nem. Tehát a vizsgát után nem megyünk át egy kávéra. Nem, de hogy elvárod tőle, hogy tisztelettel, megbecsüléssel, tapintattal és távolságtartással közel legyen a legbecsesebb értékeny. Kinek hiányzik még az élmény, őszintén? Tehát kinek nem volt még hármunk közül? Tehát ez a klasszikus... Túl vagyunk. Nem rajta. Tudok ilyet. Mindenki? Nem tudok ilyet túl mutatni. Mind a hárman? Igen. Tényleg? Igen. Mert én meséltetek képeket is mutatták. Igen. Én megörökítettem a nagy pillanatot. Rajta, de én keresem az igazit. Tehát keresem még az igazit. Az a bajom, hogy férfi az enyém. Az a bajom, hogy... Tudod, hogy... Nagyon-nagyon kevés női urológus van. Szerintem egy kezünkkel meg tudnánk számolni. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy miért nem egy női urológusnak? Tehát a férfiként te nemes dolognak tartod azt, hogy ilyen típusú betegséget gyógyítsál, mint ahogy egyébként a legtöbb nőgyógyász is férfi. Ritka a női nőgyógyász, nem? Igen. Tehát ezek ilyen... Mert állítólag a nők nem szeretnek nőhöz járni. Ezt én el sem tudom képzelni. Bármint azt, hogy én... Igen? Azt mondják, én nagyon sok nőtől ezt megkérdeztem, hogy az jó-e, hogy egy férfi vizsgál meg. Nőgyógyászatilag azt mondták, hogy nem jó, de az, hogy egy nő, az ki van zárva. Tehát, hogy egy nő nyúljon oda, nézze meg, az nem. Egy férfi igen. Na ezt például én urológusként nem tudom elképzelni. Tehát én mindig nagyon örülök. Mindig nem szakosodtál. Urológusként nem tudod elképzelni. Igen, doktor vagyok, közben elvégeztem, csak nem mondtam. Nem. Nem tudom elképzelni, hogy egy nő legyen az urológusom. Urológusom az újság, mire nem tudok kedvenc. Hát pékségem lenne, hogy minden héten odajárok, tehát hál' Isten nem kell. De számomra sokkal megnyugtatóbb, hogy valaki olyan van ott, aki ezt már szintén átélte, aki dob egy együttérző mosolyt, mert csattan a gumikesztyű, rád néz, kicsit dörzsöli a kezét, érzed, hogy már melegíti. Aha. Mint hogy egyébként egy nőnek, tehát én nagyon nyomorultul a méltóságodod ott vagy, vagy levetkőzél, toporogjál ott, fellépél a kis sámira, rádőjél az ágyra, és közben vidáman elbeszélgessetek arról, érdekes, hogy mondjuk mi volt a tegnapi műsorodban. De hát... És mindezt egy nő csinálja meg veled, érted? Tehát, hogy sokkal megnyugtatóbb a pali. Nem. Érdekes. Nem, hát én is jobban örülnék a nőnek. Bocsánat, doktor úr. Hát persze. De mire a férfi van valami, hogy megerőszakolnak? Vagy hogy egy ilyen férfi... Igen, hogy egy férfi kéz hatol be. Érted? Tehát, hogy egy kedves, aranyos női kéz. Egy, engem ez valahogy megértő. A nők megértőbbek, mint a férfiak. Tehát, hogy odamész, lehet, hogy én voltam rossz helyen, férfi, jó, hajoljon el, jó, paf, már benne is volt, érted? Azt se tudom, hogy kapaszkodjuk az ács szélébe. Hogy a nő az anyaság miatt is egy megértőben, szerintem. Igen. Értsd meg, Feréd Balázs, az ő doktora, egy kicsi, alacsony, nagy szemű, nagyon szereti az M&M's cukorkát, állandóan hazavágyik, és hatalmas mutató. A vége. De nem egy pali, azért az valahogy mégis úgy van, hogy ő talán ezt így átérzi. Semmi vagy kedvesebb, de most egy nő ott megemeli a golyóidat, érted, kicsit ott úgy megnyomkodja, hogy jó, oké, nincs viszértágulat, minden rendben, azért egy középsugarast Feriké, majd ha legközelebb jön, akkor reggel egy középsugarast adjunk már le, mert néznék egy kis fehérjét, meg nem sokkal tudom. Inkább majd csattan a gumikesztyű, és egyébként egy még az is, tehát egy tök jó nő egyébként, nem? Így van, az nem tudom, valahogy... sokkal jobban hangzik az, hogy néznék egy kis fehérjét. Néznék egy középsugarasat, kedvenc Ferenc. Én nem tudom. Én nekem az is fura, hogy a nők azt mondják, hogy a nők előtt. Ez nem a nők is, előtt én ezt nagyon sok nőtől megkérdeztem, akivel vagyunk ilyen viszonyban, meg ez valahogy előkerült. Nem beszélgeztél. Hogy én szeretem, ez mindig így. Szeretem a... Sziasztok, várjunk egy kávét. Figyeljetek! Amikor urol, vagy mi az nőgyógyásznál vagytok, akkor inkább... Tehát, hogy lehet, hogy csak én voltam rossz helyen, de nekem olyan fura volt ez az egész szituáció. Levetkőzöl egy férfi előtt. Nem szoktunk férfi, tehát, hogy mi se vetkőzünk le itt reggelente egymás előtt. Nők előtt vetkőzöl le, a feleséged előtt most már. Érted? És akkor ott egy férfi előtt vagy kiszolgáltatott, a nő előtt nem olyan. De ha én például nő lennék, és egy jó csaj lennék, és elmennék egy férfi
nőgyógyászhoz, hát azért egy férfi nőgyógyász, értem, hogy a most szakmát... Most már csavartam az dolgozást. Most nagyon-nagyon csavartam rajta. De egy nőnél nem gondolod azt, vagy tehát most én csak feltételezem, hogy mi jár egy nő agyába. Elmegy egy nőgyógyászhoz. Most ott van egy pali, meg ott van egy fiatal csaj. Hát az... Érted? Hát most... Érted, mit akarok mondani? Tehát mi van akkor, ha a pali dokinak egyébként, vagy a nő azt érzi, hogy ő bejön a dokinak. Érted? Aha. Tehát egy női dokinak te kevésbé jössz be, nem? Míg te elmész nőként, ott van mondjuk egy 40-es pali, aki egyébként kicsit jóképű, te is jól nézel ki. Ott nincs ilyen mellékzönge. Tehát, hogy amikor tényleg azonos neműekről van, akkor ott nincs mellékzönge. Igen, tehát, hogy én nőként félnék attól, hogy mi van, ha mondjuk ennek a pasinak, aki egyébként nőgyógyász, és nyilván ez a szakmája, és nem úgy tekint rád, és örül, ha néha arcot lát, tehát oké, de hogy közben meg neki mondjuk kicsit tetszel. És akkor azt mondja, na, hát akkor... De nem mondja, hát hogy egy orvos, nem csajos. Értem, csak hogy nőként talán, ha egy nő van bent, akkor, de a legtöbb nő tényleg azt mondja, hogy jobb a pasi, csak fura. Valószínűleg pont ezért, hogy azonos nemű előtt nem jó kitárulkozni. Aha. Lett légyen ez bármilyen nyílás. Nektek kötelező vizsgálat volt, vagy csak hobbiból? Vagy küldtek? Volt egy szabad órán, gondoltam, megújasztatom magam. Két választásom volt, eszik egy sütit valahol, vagy a beállás. Az önszántából úgy értem, hogy például valaki preventív jelleggel, ugye elmegy prostata masszázsra, mert azt tudjuk, hogy egyébként baromi kellemetlen, és hát a méltóságodat tényleg otthon kell hagyni, viszont baromi egészséges. Is nem. Lehet. Egy sajgásnak mentem utána. Egyébként tényleg. Volt egy kis sajgás? Volt egy kis sajgás, és akkor gondoltam, hogy megnézhetem, mert mondom, hogy veszélyeztetett korban vagyok, akkor tényleg éljük már át ezt a fantasztikus élményt, amikor odajön egy gyakorlatilag 40-es alkarú, talpig szőrös, egyébként nagyon szimpatikus, szemüveges kopasz doktor úr. De jön, és akkor így elkezdi egy kicsit így matatni a dolgokat, felemeli, lerakja, jobbrani. De volt ez a Ferinek, ez a kicsit homofób élmény, hogy azt hiszed, hogy megerőszakol egy férfi. Tehát, hogy nekem például ez egyáltalán nem jött ez, vagy nem jutott eszembe. Nagyon-nagyon kultúrált. Az milyen nyomorúságos és kiszolgáltatott pillanat, mikor így támaszkodsz ugye a kis ágyon, nem? És állsz a sámlén. Tehát akkor veled bármit alá lehet irattatni, vagy meg lehet fogadtatni, nem? Ott már érzed, hogy jön, aminek jönnie kell. És akkor rádöltél a kis ágyra? Igen. A kis kapuci felsőben? Nem meséltetett egyetlen percet sem a műsorunkról. Csak rólad kérdezett végig. Én voltam olyan helyen, ahol nekem közben kellett dolgokat mesélni, igen. És lássul a mondat, lazuljon el. Igen, lazuljon el. Hogy? Hát jó, hát neki a századik, ő már mit izguljon? Ilyenkor neked asszisztens volt bent? Csaj asszisztens, nem? Egyedül volt. Kiküldte az asszisztens. Tehát ha hagyta, hogy nem akart, hogy a méltóságodat is teljesen elveszíti. Katikám, ezt inkább ne lássam, erre még nincs. Miért van az, hogyha ilyen helyre mész, legalább egy jó csaj ül bent? Az miért van? Én mindig azon imádkozom, sokszor mondjuk nem kell. Ketteske, jön a Balázs. Itt van Balázs. Ki nem láttam én. Gyakornokok. Na például ilyen még nekem nem volt, azt el sem tudom képzelni. Amikor így fekszel a sámni rádőlve arra a kis ágyra, amin ugye ott van ez a kis nejlöm, és mondjuk két gyakornok is belenéz a blendébe. Olyan nektek volt? Nem. Ez nagyon sokan mondják, hogy közben bejön egy gyakornok, kicsit teljes belenéz, kicsit csoport. Megvitatják, azért jön egy tízes csoportot, azért nekem elmaradna a paraszolvencia. Nem? És jó, gyerünk, oké, maga végzett, kollégina most ön jön, igen. Ne szégyelje, ő is ember. Picit mozgassa meg benne. Jó, oké, húzza ki. Következő. Köszönöm. Maga már kétszer volt? Igen. Ott milyen bosszút kapnék, gondolj be. Ott mi lenne. Anna? Volt gyakornokod? Volt, képzeld el. Nőgyógyásznál? Nem nőgyógyász, fogorvosnál. Mikor tavaly kimütötték a bölcsesség fogamat, akkor egyetemisták nézték, mert annyira bonyolult eset voltam. Azért az se kell. Igen, de azért az kevésbé méltóságon aluli, nem? Hát, tehát az, amikor ott vagy felfekve, ja. Én nem voltam még egy nőgyógyászati székbe, de hát így belerakod a lábad valami a tartóba. Igen, nem? Ez így van. Azért ott megjön egy hatos gyakornok csoport, azért nem csapsz a levegőbe. Tök mindegy, akkor már egyébként. Mindegy? Tényleg mindegy. Annyira kiszolgáltatott helyzetben vagy, hogy szerintem mindegy. A fogamnál csak addig zavart, amíg oda sorakoztak a fejek az arcom köré, utána már azt mondtam, hogy legyen, aminek lennie kell. De Anna, mindegy. A fogászat a múlt heti témánk, hogy Popsin keresztül műtötték ki. Ezért ritka szemműtét volt végbélen keresztül, multioptikus piloktómia. Kinek a legosszabb akarja? Mondjuk egyébként nagyon jó képű volt a fogor, a szájsebész. Egy igazi, fiatal, én meg is lepődtem, hogy ő az, mondta, hogy 8 éve van a pályán, mert látta a szemembe a kérdőjeleket. Nem tudtam, hogy ő fog műteni. Bementem, és egy nagyon jó képű pasiót mászkált. És milyen a nőgyógyászod, jó? Nagyon jó. De jó képű is? Nem jó képű. Van különbség női meg férfi?
férfi között? Nincsen. Jó orvos van, vagy rossz orvos. Én voltam nőnél, meg voltam férfinél. Aha. És jobb tényleg férfihoz menni, amit a Feri mond? Igen. Igen. De miért? Ez olyan nem fura. Nem tudom, én a nőt hagytam ott a férfiért, és én jól érzem magam a doktor úrnál. És jól érzem magam a doktor úrnál. Igen. És soha nincs olyan, hogy egy nő, vagy egy pasi nőgyógyásznál azt érzed, hogy nem betegként, hanem nőként néz rá. Azért, ha ilyen átélt már valaki, írja meg nekem, mert azért annál szerintem nincs kellemetlen, mikor végigmér. Vagy mikor látod a szemén, mert ő is ember, hogy egy pillanatra mondjuk bejössz neki, és utána kell fölfeküdni az asztalra. Azért az nem egy egyszerű. Ilyenben nem volt részem, olyanban igen, hogy 18 éves korom, amikor anyu beajánlott az ő nőgyógyászához, kiderült, hogy ilyen Udo Brinkmann-szerű pali. Egy Sasha Heim volt ott, egy playboy? Akkor elmentem haza. Hát én azt mondtam, hogy anyu viccel. Kijött a doktor úr, mondta, hogy ki jön következő, behívta a hölgyet, mondom anyunak, hogy ő a... De még fiatal volt és jó képű? Hát nagyon. Hát bitang jó képű volt, és én voltam 18. És mondtam, hát miért elolvadtál? Elolvadtam, és mondtam, hogy ki van zárva, hogy bemenjek. Na, ott, ott elmentem haza. És mondtam, hogy... És megkérdezted, hogy anyukád miért jár hetente? Ugye, az nem volt gyanús? Maga értem, de 6-8 óra vagyunk itt ezen a héten. Jó orvos, hát aztán föl se veszi. Hát aztán ne viccelj, már van apukája? Mondta, hogy van. Akkor én mondom, mennék hozzá. És ez egy 60-as bácsi volt. Na, az egész család, ott van egyfajta elhivatottság. Azért nem az egész család olyan nőgyógyászatot. Igen, így van, ő a fia volt, és én mentem apukához. Tehát én elmentem akkor haza. És apuka is ügyes volt? Apuka is ügyes volt, de én inkább nála voltam. És aztán bejött a fia, gyere fiam, gyakorlat. Igen, és ott mesápadtam. Nem, de az tényleg az nem. A detkó még halvány kis fiatal lányka voltam. Most már nem értek bemenni. Ma már bemennék. Jó napot, doktor úr. Már fel is fekszem az ágyra. Anna, nem kell, hát ez most csak egy vizsgálat, egy kontrollja jött. Megjöttek a véreredmények, nyugodtan öltözöm vissza. Igen, nem kell mesztelenre vetközni. Igen. Egy konzultáció. Igen. Nem. Na, akinek van női urológusa, írja meg, elmegyünk a Janival. Közösen. De ti kicsit ilyen homofóbok vagytok, hogy féltek. Mert van egy ilyen szexuális indítatás, hogy a férfi turkál benned, és akkor most ő mit gondol, még te mit gondolsz, nektek van valami igen, ilyen fura. Igen, nagyobb baj, hogyha te meg a szereted, tudod? De nem szeretem, de bennem egy nő ne turkáljon, és láttam a múltkor a széfet, Balázs. Szerintem a 4-esben volt. Na, nézzük, mi van itt, kukucs. Hát azt el sem tudtam képzelni. Nem, egyetlen vagyok homofób, egyszerűen csak arról van szó, nagyon tisztelen, nagyon becsülöm a doktorod, de soha nem beszél a pecsét gyűrűjét. Hát, akkor oda mennék kérni szívesen. Na, várunk tapasztalatokat, jó? Mindenki átélt már, vagy hát reméljük, hogy majdnem mindenki valami hasonlót. A nőként nőgyógyászhoz kell menni, férfiként urológushoz. SMS számunk 06-70-645-00-00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye arról beszélgettünk, hogy vannak úgynevezett kollektív élmények, amik hát mindenkire vonatkoznak, vagy előbb, vagy utóbb, de hát ezeket a megpróbáltatásokat együtt kell átélni a nőknek, a nőgyógyászat, a férfiaknak többek között az urológia, ami nyilván egy nagyon szép hivatás, és hát persze most mi egyszerűsítjük a témát, nem csak nem tudom, prostatamasszázsa, meg mire szakosodik, hát ott azért vizsgálnak egy csomó minden mást. Ha még arra szakosodik. Igen, de hát azért kicsit leegyszerűsítettük ezt a dolgot. De ugye a csütörtöki fogorvosos témánk után rájöttünk, hogy hát ezen élmények sok mindenkire vonatkoznak, és hát ez is egy olyan, amit ugye mindenki átél. Na, hát nagyon vegyes SMS-ek jönnek, hogy jobb-e női nőgyógyász, vagy a férfi nőgyógyász, vagy a férfi vagy női urológus. Minden esetre élménye mindenkinek van. Nézzünk egy-két SMS-t, hogy mit írtak a hallgatók urológus versus nőgyógyász témában. STK rendelésen jártam, és épp nem az arcom jött be a dokkinak. 60 körül volt, hanem pont. Ugye, tehát valami egészen más tetszett neki. Gyönyörködött benne. Milyen szép. Kaptam egy kis simit, megpaskolta a combom, és mondta, hogy most már mehetek. A környékre sem megyek azóta, Kitty 23. Igen, ez visszamenni, az biztos. Igen. Én körülbelül 20 évesen voltam nőgyógyásznál rákszűrésen, a doki volt vagy 70. Miután végig taperolta a melléimet, mondta kacéran, hogy reméli, 20 év múlva is ő fog vizsgálni. Azóta nem jártam nála, írja Enikő. Aztán szólt, hogy egyébként a nőgyógyászat egyel feljebb. Ez itt a röntgen. Hát igen, nyilván végig taperolta a mellét, hát az egy rákszűrés volt, hát ott azért megnézik, tehát az muszáj. Na ezt mondom, hogy azért ez lehet itt a kemény, amikor érzed, hogy bejössz a dokinak. Én azért váltottam férfiről női nőgyógyászra, mert a doki a combomat simogatta azzal a szöveggel, hogy milyen szép barna vagyok. Ez többször is előfordult, amíg a terhesség alatt hozzájártam, iszonyú kellemetlen volt. A női doki nekem sokkal jobban bejön, írja egy hallgató.
Az én nőgyógyászom jóképű 40-es pasi, és amikor vizsgált és érezte, hogy zavarban vagyok és feszült, akkor vizsgálat előtt és közben az egyik kezével a lábamat simogatta. Először fura volt, de megszoktam, mert éreztette, hogy nem azért csinálja, mert bejövök neki, hanem csak segít ellazulni. Aha. Ő a legjobb doki puszi. Hát azért ott fekszel feltett lábbal, és ott egy férfi doki elkezdi simogatni a combodat. Nagyon emberinek kell lenni és megértőnek, hogy érezze a beteg, hogy te nem bejössz neki. Én jobban örülnék, hogyha nejemnek mondjuk dúdolna, vagy ugye? Mint hogy miért? Hát most család. Izgulos a nejed, hát most egy kis combsimogatás. Hát rakjon most... be egy kis Vivaldit, vagy én nem tudom. Here viszér tágulással műtöttek, két napig bent tartottak, minden reggel nálam kezdtek a medikák a vizitet a főorvossal. A zsák akkorára dagadt, mint Tibi bácsi pöttyös labdája. Amíg nem láttam, nem értettem, hogy miután felhajtották a takarót, miért bólogatnak olyan elismerően. Második reggel már vigyorogva, amolyan na gyertek, csodát láttok arckifejezéssel fogadtam őket, írja Gábor. Gyertek, bólogassatok. Igen. Megújjalt a doki, majd közölte, hogy valamerre kószál az asszisztense, üljek már le a helyére és segítsek a papírmunkában. Azért az is kemény. Én a végén megkérdeztem, ha már így vagyunk, akár tegeződhetnénk is. Üdv Zsolti. Nőgyógyászati vizsgálaton voltam, félig mesztelenül feküdtem a vizsgálón, széttett lábakkal, az orvos kiment valamiért, engem ott hagyott. Közben bejött egy másik doki, valószínűleg meglepődött, hogy engem ott talál egyedül széttett lábakkal, és feltette a leghülyébb kérdést, amit lehet. Vár valakit? Nem, csak itt fekszem egy órát, csak át már megyek. Zseni, nem? Zseni, nem? Óriási. Janinak üzenem, hogy a 18. kerület Pintér Kálmán Nemes utcai rendelőbe egy gyönyörű szőke 30-as hölgy az urológus. Üdv Kati. Jézus, be lehet oda kerülni? Csak ha 18-ba mész, Jani, akkor ott a Pintér Kálmán Nemes utcai rendelőbe egy szőke 30-as. Na ezt például egy szőke 30-asnak ott te mutogatod imádnám a zsákot, hát na. Hát ezt jelöld már nekem, légy szépen. Ezt az SMS-t rózsaszínnel. Jó, ezt bepirosoztam neked. De jó, aztán, hogy vissza. Vártverés. De tényleg azt mondjátok, hogy jobb nőnek? Sokkal. Stresszelsz, nem. Kicsit hideg vízi élményed van, nem, megtöpörödsz, összeesel, nyomorultá válsz, hát, és tudom. Mindezt látja egyébként egy 30-as bomba nő, hát akkor láss egy 60-as kicsit már rosszul látó, kivéhet férfi urológus. Jó, lehet, hogy Sasha Heng. Még mindig inkább, igen? Igen? És nem a szőkesége, meg nem a 30-assága, meg nem a jó nősége miatt, valahogy ez a férfi előtti vetkőzős izé, ez nem. 18 évesen cisztát találtak az egyik petefészkemen, 12 medikust hívtak be, hogy nézzék meg a hüvei ultrahangom a beleegyezésem nélkül. Kissé megtörtem, akkor írja egy hallgató. Az én urológusom nem kedves, de vastag az ujja. Három gyerekes anyuka vagyok, a tapasztalatom az, hogy a férfi nőgyógyászok sokkal nagyobb tisztelettel vizsgálnak, mint a nők, lazábbak és kedvesebbek is. Aha. Ez érdekes, mert csomóan meg azt írják, hogy a nő megérzi, hogy ugye hova nyúl, mit csinál, tehát hogy ugyanaz a fájdalom, vagy ugyanaz a kellemetlenség neki is megvan. Nálam körülbelül 8-an voltak bent, és közben percenként jött be és ment ki valaki. A legjobb a diagnózis bélféreg. Nem szeretnék a naphallgatója. Szerintem vívjuk vissza. Jaj. Apám annyit mondott csak az urológusnak. Doktor úr, úgy csinálja, hogy nehogy nekem megtetszen a dolog. Ez jó. Igen. A nőgyógyász érdekes ember, ott keresi a bajt, ahol más a boldogságot, írja Peti. Igen. A férfi orvos azért jobb, mert az az ősi ösztön mozgatja a nőket, hogy a férfi biztonságot ad és megvéd. Ezért jobb nőként férfi nőgyógyászhoz menni. Nekem az ex-nőgyógyászom egyszer rácsapott a fenekemre, amikor leszálltam a székről. Nem kell aggódni, minden rendben. Azért, amikor kis popsi pacsi van, nem? Oda se szívesen mész vissza, nem? A nőgyógyászod rácsap a fenekedre. Ott mire gondolsz? A pasi nőgyógyászok durvák, ez csak azt tudja, aki volt már női nőgyógyásznál. Üdv kismama. Szerintem ez nem... Igen, nem tudom. A barátom elmesélte, hogy elment nődokihoz, egy fiatal doki volt, aki megvizsgálta, recepten ellátta, majd elhívta randizni. Ah, az milyen? Hát most már ugye nagy titkok nincsenek. Ja, biztosra ment. Nem lett belőle semmi. Lakóhelyváltás miatt kellett nőgyógyászt váltanom, az új helyen ortítottak velem, majd rajtam keresztül tanították a gyakornokokat. A problémát persze nem tudták megoldani. Megalázva és bőgve mentem haza. Ezek után inkább plusz utazást választottam a megszokott orvosomhoz, írja egy hallgató.
Vesekőben volt pár éve, és beutalt a urológushoz. Az egyszerű vizsgálatok után a doki ráhajtott a vizsgálóasztalra letolt nacival. Gyanús volt, amikor csattant a gumikesztyű a hátam mögött, kicsit megijedtem, aztán mutatói új be. Asszisztens csaj unottan nézte ezt kb. 3 méterről. Utána sírva hívtam a barátomat, hogy megerőszakoltak a rendelőben. Ilyenkor miért nem kéne kiküldeni az asszisztenst? Hát igen. Tehát ez nem arról szól, hogy azért neked ott a méltóságot megmaradjon? Hát, az asszisztens is hozzátartozik, nem? Igen? Neki is azért tudnia kell mindenről. Mit nyújtson, mit mosson. Igen. Mikor először jártam az urológusnál, megkérdeztem tőle, hogy mit csinál, miközben valzelinezte a középsúlyát, azt felelte, kenem a kezemet. Igen. Kicsit ki van száradva, ha jobb ügykes. Igen. A nőgyógyászom mindig megjegyzi, hogy milyen szép a mégszájam, illetve a bal mellemben milyen szép a szövetállomány. Jó, na ez az igazi jó. Belső igen. Szépség, írja egy hallgató. Nagyon cukik egyébként, ezt nekem is a neje mesélte, hogy, hogy nála például megy ez a becézés. Tehát, hogy, de hogy? Hát, hogy ő is becézi a szerveket. Tehát, hogy nem nevezi, nem na, orvosi szakszóval. Na, ez például szerintem egyenesen szexuális zaklatás, hogy, hogy Nunikának és Punikának persze, hívja mellé. Ó, milyen szép Nunika. Na, most nézzük Punikát. Ó, hát itt nagyon szép a szövetállomány. Na, ez is kicsit morbid, nem? Milyen szép és egészséges. Milyen szép és egészséges Gina. Mónika, nem Gina, csak becézem Mónika. Ez vagy Gina. Ez elég perve, ez egy vadidegen nő befekszik a kezeid közé, és elkezded a nem különböző vadideg, szerveit már becézgetni, tehát azért ebben van némi perverzió. Idősebb doki? Idősebb? Idősebb. Na, hát tipikus. Tipikus. És hogy hívja a mellét, hogy mit mond? Ágika, és így cuka vagy, vagy nem is értem. Kincseim. Csak az egyéb vagytok. Újra itt vagytok. Na jól van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon jók jöttek. Megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Kornél vagyok. Hello, Kornél! Szia, Kornél! Voltál már menedzser szülésen? Nem voltam még. Fiatal még. Mennyi idősz? 31. Ah, még 9 jó éved van, utána már évente illik menni. Igen, igen. Lassan belépsz a veszélyeztetett korba, ahol azért így, igen, évente egyszer muszáj. Igen. Na jól van, Jani, milyenek a kérdések? Fogalmam nincs. Egyébként szerintem nem nehezek. Nem nehezek. Nézzük nem nehezek. Így szól az első kérdés, dedikált egér alá tétért. Melyik vitamin hiánya okozza a skorbut nevű betegséget? A C-vitamin hiány. Így van. Gratulálunk, doktor úr. Nagyon ott van. Mehetünk tovább? Persze, mehetünk, köszönöm. Így szól a második kérdés, dedikált egér alátétért, vagy szatyorért. Melyik országból származik az akciófilmsztár Jean-Claude Van Damme? Húha, Belgium. De jó vagy. Az utolsó kérdés a kedvencem, ezt majd imádom. Nehéz. Nagyon jó. Ja, hát szerintem nem túlságosan. Milyen jellegű? Kérdés ha jellegű. De logikai. Jó. Mehetünk? Oké, mehet, igen. Jó. Így szól a harmadik kérdés, dedikált bögrél. Mennyi a legnagyobb kétjegyű szám kétszeresének a fele? Legnagyobb kétjegyű szám kétszeresének a fele? 99. Jó, nem olyan bonyi, nem szabad megrettenni. Jó. Nehezemre számítottam. Kicsit elbizonytalanodtál, Kornél? Igen, igen, egy picit valóban. Ja, ez inkább beugratos volt, nem volt nehéz. Még csak hétfő van. Kedden gyököt vanunk. Korné, megvan az ajándékcsomag, dedikáljuk is mindegyiket. Bökre, egér alá tét, Klassz FM szatyor, meg még néhány relikvia. És nagyon szépen köszönöm. 2-3 héten belül küldjük neked. És jó? Van külön ajándékod is. Na. Hát ad itt ez az. Hoppá. Nem tudom mi az, de nagyon szép ajándék, gyönyörű és értékes. Megkapod. Azt hiszem valami gumival kapcsolatos valami. Menedzser szűrés. Hát gumival kapcsolatos. Nagyon klassz lesz, imádni fogod minden pillanatát. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket, Korné? Hát jelenleg Somogyba autózgatom. Somogyba autózgatsz, jól van. Küldjük neked, köszi. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, egy perc, a 9 óra, a hírek után jövünk vissza, és megpróbálunk utána járni annak, hogy mi a helyzet az Attraction-nel. Mert ugye ők megnyerték az angol tehetségkutatót, csillagszületiket, aztán ugye szóba jött Las Vegas-i fellépés, világkörüli turné, óriási pénz, menedzserek és világhír. Ugye erről volt szó?
Azóta még, mint hogy egy kicsit csend lenne körülbelül. Igen, azóta kevesebbet hallunk róluk, nyilván lehet, hogy szerveződnek, nem tudjuk, hogy mi van a vegászi fellépéssel, mi van a világ körüli úttal, hol vannak, mit csinálnak. Úgyhogy hívjuk Szücsit, hogy erről fagassuk. Egy perc van a 9 óra, ezzel jövünk a hírek után. 4:10 lesz, egy perc van, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Van egy-két közlekedési hírünk. M35-ösön a felüljárón van egy trafi. Mindkét irány lehet, mert középen állnak, és a tájékoztató tábla takarja őket. 4-es főút 82-es kilométerénél Opel Astra az árokban, a mentés folyamatban, üzeni nekünk Könyves Nándi. Köszönjük szépen, valamint a budai alsórakpart egy picit nehezebben járható. Ennyi az összközlekedésünk, igazából kevés trafi, úgy látszik, hogy sehol nincs dugó, jól lehet haladni. Minden rendben van, ennél sokkal több szokott jönni. Hát, hogy hétfő van, vagy nem mennek az emberek dolgozni, vagy mi történt? Hát... De nem, ma simán munkanap van, ugye? Van. Kevesebb trafi, az biztos karbantartás van, vagy ilyesmi, rákészülnek holnapra, hogy kiterik. Igen, hát a múlt hetet. Mondta fel, hogy holnap gördül tovább a lavina. Tényleg. Így van. Most a csapat összevonások folynak. Most kielemzik az adatokat? Ki kell találni, hogy legyen az íve, érted? Nem mindig ugyanott. Hogy hova menjenek, mi? Na. Oké, Anna? Nem oké? Mi van mazonnál? A szerelmes, vagy mi van? Oda van. Hát most... A nőgyógyásza, vagy mi? A nőgyógyásza sztori még mindig. Ilyen falteron keresztül akar elüljutni a fiúig, de ez egy bonyolult szörnyű összetett történet, de hát nyilván ez így megviselt a kis lelkét. Most már egyes szám harmadik szemében írogat nekem. Igen? Hogy ő mit csinál. De nem azt írja, hogy vágok, hanem vág. Tehát, hogy... Megőrült. Nagyon jó. Na! Attraction! Ugye? Mindenki tudja, hogy kiről van szó, Szücsék formációja, ők megnyerték a Bringard Talent. Így van, az angol csillag születik tulajdonképpen. És akkor ugye arról volt szó, hogy ők elindulnak a világhír felé. Simon Cowell, a műsor producere, ugye munkát ajánlott nekik, hogy kimehetnek Vegasba. Uh-huh. És aztán azóta nagy a csönd. Vagy legalábbis mi itt magyar szinten nem nagyon hallunk róluk semmit. Hát plusz Simon bácsi ugye ott azt mondta, hogy soha még ilyet nem látott, és ugye ez megelőzi a korát, ez a produkció, és ott a helye a világ nagy színpadain. És hogy ő ebben segíteni fog, hogy ez így működjön is. Hát igen, de nem úgy van, hogyha azt egyből nem fogod meg, akkor utána azt már nem fogod meg? Könnyen elmegy. Nem? Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ott valami az volt, hogy nem voltak elegem ehhez a Las Vegashoz. És akkor elkezdte keresni. Valamilyen nyilvános, valamilyen castingot tartottak, igen. Igen, de Lasszücsi beszélt itt a műsorukban, hogy elkezdenek keresgélni itt magyar táncosokat. Na most van például az a magyar bankreklám, azok ők? Nem, biztos, hogy nem. Állítólag igen. Igen. Állítólag ők? De ahhoz miért kellenek ők? Mert a végén most az van, hogy pont ezért, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy az vagy számítógép, vagy nem ők. Tök most a végén lenne. Megmutatják őket, és ők. Ők. Olyan variációt is hallottam, hogy egyébként a bank megcsinálta azt animációba, és egész egyszerűen csak az ötletet elvette, aha, de hogy nem kellettek hozzá a Szücsiék. Simán megtették volna. Szerintem pont ezek miatt, a pletykák miatt a bank csinált egy új reklámot, és a végén ott ők. Vagy ebben már ők vannak. Igen, tehát ezek már ők, akiket megmutatnak. De miért, le van védve? Tehát ha én most holnap valahol bebújok egy paraván mögé, és csinálok egy pálmafát, most idézőjelesen nem lehet szűsítve, hogy mit csinálnak, mert nyilván nagyon jó, amit csinálnak. Tehát ezt így nagyon nem lehet levédeni, nem? Nem. Most, ha mi ketten előadunk egy két pupu tevét, Jani, azt nem? Mondjuk egy megnézni. Hát szerintem megcsinálhatnám. Mondjuk azzal megszenvednénk. Érted? Te, én is Pál. Már milyen Pál? Hát mi lennénk ugye a teve, a Pál pedig a fa. Ja, hogy humorizálsz, jó, leesett, picit lassan. A kedvenc vicceddel, amit mondjuk 10 éven keresztül hallottam tőle. Hát de adjad, és méltatlanul keveset hozod elő manapság. Igen. Nem, hát ez csak az, hogy miért nem találják Palikát az erdőbe. Azért nem pálmafa. Na jó. Oké. Sikerült Anna itt a nagyvágás közepette kapcsolni? Itt van? Kapcsolja. Itt van velünk. Kapcsolja. Szücsi, hello, Szücsi, jó reggelt, hello. Sziasztok, jó reggelt. Nem, figyelj, Anna ma beszámíthatata, nem tudjuk, mi van vele, de vagy szerelmes, vagy a nőgyógyásza, vagy én nem tudom. Vagy a kettő egy.
Igen. Na, Szücsi, akkor már itt voltál egy ideje, hallgathat, hogy miről beszéltél. Hát itt voltam, nagyon jókat derültem rajtatok, igen. Melyik része volt butaság? Hát az egész nagyon édes volt. A legjobb a temés volt egyébként szerintem, tehát a két kupa teve. Az a baj, tudod, hogy vasárnap ezt viszont látom. Nem fikázzuk. Figyelj, de ez egy levédett dolog? Vagy például most jön egy banki reklám, akkor ők megcsinálhatják nélkületek? Az az igazság, hogy ez egy létező műfaj, tehát nem én találtam fel a spanyol viaszt, ez bárki csinálhatja, itt az a kérdés csak, hogy hogyan. Tehát, hogy jól vagy nem jól. Tehát itt igazából mindenkinek megvan a lehetősége, de természetesen ezt azért jól kell művelni. És hál' Istennek ezt mi jól műveljük, úgyhogy ezért is látott bennünk a menedzsment fantáziát, és dolgozunk a Las Vegason, tehát kérdésre visszatérve. Tehát, de hogyha belegondolunk csak abba, hogy egy házi előadás mondjuk itt Magyarországon hány hónap előkészítést igényel, akkor el tudjuk azt is képzelni, hogy mondjuk egy Las Vegas-i fellépés sorozat az mennyi előkészületet igényel. Tehát ez nem úgy működik, hogy most júniusban megnyertünk egy versenyt, szeptemberben kihozták, hogy megyünk Las Vegas-ba, és októberben ott is vagyunk. Tehát ez nem így működik, hanem ezen dolgozni kell, és már dolgoznak a Broadway színpadán is, úgyhogy igazából sok minden lesz itt a jövő évben, tehát ez nem most fog történni, hanem jövőre. És, már az mit jelent, hogy dolgoznak a Broadway színpadán? Ki dolgozik, vagy mit dolgozik? Hát már mind szervezik ezeket a lehetőséget. Ja, hogy oda bekerülj, ja, értem. Hát tehát hogy maga, oda kerüljön a produkció, igen. Tehát azért sokkal nagyobb tervek vannak, és sokkal jobban előrébb kell gondolkozni, mint attól, hogy most jövő héten föllépünk valamelyik színpadon. Természetesen ilyenek is vannak, mert mondjuk például januárban fogunk menni a kínai televíziónak egy az új évi ünnepségére, ahol 700 millió néző fog minket élőben látni. 700 millió. Szóval sok magyar programigazgató örülne ennek a nézettségének. Olyan szerény nézettsége van, hogy 7-800 millió oda kapcsolnak. Hát ez egy kínai kábel tévé, nem? Igen, ez egy ilyen, igen, ez csak egy ilyen kis tematikus csatorna. Na, de és addig akkor hát nyilván azért ezeket valamiből finanszírozni kell, tehát gondolom, akkor megfeleltek különböző rendezvényeknek, céges rendezvényeknek, hát bulitnak? Persze, tehát ezt a nagy közönség ismét ugye nem annyira látja, tehát azért mondom, hogy annyira nem publikus a mi dolgaink. Hát a legközelebbi ugye az a királynőnek a rendezvénynő előtti, a Royal Family előtti fellépésünk lesz, ez majd november végén lesz most, úgyhogy ezt majd élőbe közvetít a tévés szerintem. Tényleg, hát azt mondtad, ugye itt nálunk az interjú. Úgyhogy ez azért nekünk nagyon-nagyon sok mindenre kell most készülnünk, tehát nem csak kifejezetten ezek vannak, hanem ugye mellette vannak ilyen fontos televíziós fellépéseink is. Na most a Vegas-i dologra bejelentkezett közben egy amerikai csapat, azokkal mi van? Azok még be akarnak kerülni, vagy most ők is dolgoznak, vagy ők nem kerültek be? Hát, szegények nem fognak szerintem bekerülni. Tényleg? Hát a nézettségekből elnézve nem így hiszem, hogy sok realitása van. És nem is ők nyerték meg azt a versenyt, úgyhogy azt egy japán fiatalember nyerte, úgyhogy szerintem ők nem fognak Vegasba menni. Aha, vagy Simon Cowell elásadta őket egy kaktusz alá. Igen. Mi van a Simonnal tényleg? Jelentkezik néha? Jól van egyébként. Hát hetente szoktunk beszélni, fölhív, mert most is látta, hogy milyen nézet volt az a videó, amint sírt a múltkori produkciónkon. Viccet félve, de tehát, hogy nem beszélünk Simonnal naponta. Aha. Csak ugye az volt, hogy ő majd akkor a szárnyai alá vesz benneteket, és akkor... Természetesen, de hát azért ez nem úgy működik, hogy Simonnal napi kapcsolatban vagyunk, és telefonálgatunk egymásnak, hanem tehát azért így nem találkozgatunk. Aha. Mennyinél tart a nézettségetek a videón, a videó megosztó portál YouTube-on? Hát igazából nagyon összetett, de az első, tehát az audition az több mint 50 millió, a középdöntő az több mint 18 millió fölött van, tehát nagyon-nagyon-nagyon szépen haladunk fölfelé, úgyhogy jó. Azért már fizetnek. Hát, ha végignézed a reklámot, hoppá. Igen? Hát nem úgy van, hogyha előtte meg kell nézned a reklámot, és minden megnézett reklám után fizetnek. Aha. Csak az 50 millió kattintásból egyből nem fizetnek. Nem ez a lényeg igazából, hanem az, hogy tényleg ez az egész dolog, ez a világ minden pontjára eljutott, és ez a nagy dolog szerintem, és ez benne a fantasztikus, és ez igazából az internetnek is köszönhető, hogy így ez így szétáramlott az egész világban, és az, hogy most végre lehetőséget kaptunk arra, hogy megmutassuk magunkat
a nagy közönségnek is. Úgyhogy ezen dolgozunk, és ha az elején elcsíptem, ugye beszéltetek arról is, hogy táncosokat kerestünk, igen, meg keresünk is, mert hát annyi felkérésünk van a világ minden pontjáról, ez csak egy pár szövetet, amit így kiemeltem, de hát rengeteg helyről kapunk meghívásokat, a Brazíliától kezdve Ausztráliáig különböző koncertekre és turnékra. De ezekre el is mentek, Szücsi, vagy ide mind meghívnak? Hát ide meghívnak. De hogy mentek el is? Megyünk, el is mentek. Hát igen, csak ez az, amire ugye szükségünk van. Tehát olyan szinten szükségünk van táncosokra, mert olyan szinten sok ez a felkérés, hogy sorra kell ugye visszamondanunk ezeket a felkéréseket, mert kapacitásra nem tudjuk mindegyiket elvállalni, mert vagy egy időben vannak, vagy egy külön stábot igényelne mondjuk több hónapon keresztül arra, hogy csak mondjuk valaki Ausztráliába turnézzon, miközben mondjuk nekünk más felkéréseink van. Milyen jó lenne, ha már annyian lennétek, hogy 4-5 ilyen utazóbrigád lenne, nem? Hát, nem kellene már, nem kellene mindenhova, hanem 4-5 önjáró társulat. Ezért gondoltam meg, azt, hogy szépen felnevetjük a társulatunkat, csak hát ugye folyamatosan kellene táncosok, és jó táncosokat, és jó embereket, tehát emberileg jó embereket nagyon nehéz találni. Ezt veszem észre manapság. Én hegyet vagy alvó medvét tudok vállalni. Vagy sziklát. Vagy olyan emberekkel találkozott ilyenkor. Nekem ez megy, ti mit tudna, Jani? Mindenki. Hát figyelj, Szücsi, továbbra is áll az ajánlatom, tehát kisebb, kevésbé fontosabb, kevésbé pénzes fellépéseken én helyettesítelek, nagyon szívesen. Mondjuk te, mint a Szücsi tesója, egyébként mindkét tojás. Értem egyébként, hogy hasonlítunk, tehát abszolút, teljesen jó lenne. Úgyhogy, figyelj meg, gondolom, mindenhova egyéni műsort kérnek, tehát azért baromi nehéz, mert meghívnak hát Kínába oda is valami olyat, akkor Sydneybe mentek, akkor oda is valami nagyon egyénit, nem? Hát tehát, mindenki jelen esetben is az történik, hogy ebben a hónapban is egyedi dolgokon dolgozunk, tehát több mint 5 jeleneten dolgozunk szimultán, ami nagyon-nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon összetett. Úgyhogy igen, tehát rengeteget dolgozunk, nagyon sok munka van, nagyon nagy koncentrációt igényel, de nagyon szép a végeredménye. Tehát én mindenféleképpen így tekintek el, és ez nagyon pozitív dolog, de tény és való, hogy még most is keresünk táncosokat, úgyhogy ha bárki esetleg ambíciót és elhivatottságot érezne egy ilyen műfaj irányában, akkor az nyugodtan a Facebook oldalunkon megtalál minden információt róla, úgyhogy várunk minden jelentkezőt és minden tehetséges magyar táncos, mert ha nem találunk, akkor kénytelen leszek külföldről szerezni táncosokat, úgyhogy már ez is előttem. De ennyire nehéz jó táncosokat találni, vagy ennyire kevés van? Igen, tudod, mert ez egy összetett dolog, aki fel tudja fogni észsel is, hogy mi az, amit itt megszerezhet, már mint tudást, mint technikai továbblépést. Tehát ezek nagyon összetett dolgok, és ugye itt egy csapatban kell dolgozni, el kell fogadni a többi embert. Tehát nem csak pusztán arról szól, hogy most valaki jó táncos vagy nem jó táncos, hanem mennyire van benne alázat, mennyire van benne kitartás, mennyire van benne hit, és mennyire nyitott az új dolgokra. Mert ez egy teljesen totálisan új dolog, amit mi művelünk, és egy bármilyen, akár egy képzett táncosnak is olyan dolgokat jelenthet, amivel eddig még nem találkozott. És a külföldi fellépések mellett most elérhetőek vagytok a Magyarországon is? Tehát mit tudom én, ha van egy multilevel marketing rendezvény valahol, akkor ott... Nagyon-nagyon-nagyon sűrű az időbeosztásunk, és általában... Hát ugye sok pénzért, igen. Külföldön. Hát mind külföldön határozzák meg, hogy mikor éppen hol. Tehát ebben a hónapban például nagyon nem is leszünk itthon. Magyarországon. És ki dönt arról, hogy hova mentek? Te vagy a menedzsment? Hát ez a külföldi menedzsment. Külföldi menedzsment. Így van. Ez a műsor alapján benneteket ugyanúgy, mint mondjuk egy magyar X-faktornál is van egy magyarországi menedzsment, úgy mondjuk akkor a brit Csillag születik műsor után van egy brit menedzser iroda, aki benneteket kiközvetít? Hát egy nemzetközi menedzsment irodánk van, így van. Úgyhogy... Na de várj, saját, vagy ez a műsor után ne, nyakatokat kaptatok valaki? Nem mi vagyunk, persze, nem mi vagyunk, és akkor... Tehát nem, ez egy külföldi menedzsment iroda. Igazából itt ennek az a lényeg, hogy ők koordinálják a globális dolgainkat, tehát a világ minden pontjáról hozzájuk futnak be az információk, illetve mi nekünk ugye tovább kell ezeket az információkat nekik továbbítani, és ők mérlegelnek, ők határozzák meg, hogy éppen hova megyünk, és merre. Hát ezt nyilván baromi ügyesen csinálják, tehát azok a tehetségek, akiket őt abban az adott műsorban felfedeznek, győznek, megszeret egy ország, utána hát tulajdonképpen rajta
rajtuk vagy rajtatok tartják a kezüket, és általuk mehettek ti csak bárhová. Nem? Hát gondolom ez egy ilyen szerződés, amíg ez volt már az elején kikötve. Igen, de ennek az a lényege igazából, hogy tekintjük egy kicsit másként, hogy ez egy verseny, ami ad egy nyilvánosságot, egy ismertséget, de tulajdonképpen most jön a nehezebb része, azt, hogy felépíteni magát a csapatot az egész világon, mert az jó, hogy egy országban megismert a közönség, jó, hogy ennek híre ment a világ minden pontján, de igazából fel kell építeni, tehát ezért ez egy hosszabb folyamat, mint hogy az ember csak így hirtelen essen bele, és akkor most gyorsan a jövő héten az összes falunapon föllépjen a produkció, hanem fel kell építeni a brandet, úgymond a nevet, és az egész világon úgymond meg kell ismertetni ezt a nevet mindenkivel. Tehát ez egy szép, hosszú, folyamatos dolog. Na, tehát hát nyilván igazán... most akarnak benneteket, most akarnak hívni, tehát hogy azért ezt szinten is kell tartani, nem? Persze, tehát azért mondom, ez egy összetett dolog, hogy ugye most akarnak hívni, ezt szinten kell tartani természetesen, és hát mellette pedig fel kell építeni a csapatot, hogy aztán majd az akkorát durran, úgymond a világ színpadán, hogy onnantól kezdve mindenki a világ minden pontjára ezt a produkciót akarja vinni. Úgyhogy ez fontos, persze. Ja. Új vagy régi barátok nem jelentkeztek, hogy esetleg szívesen szerveznél nektek fellépéseket, például Kozsó. folyamatosan mindenki be akar állni a produkcióba, tevék akarnak lenni, pálmák, nagy makkók. Most tényleg egy pálma 1-től 5-ig mondjuk mennyire nehéz konfiguráció? A pálma az nagyon könnyű. A pálma könnyű? Azt hittem, hogy egy pálma. Tehát az, mondjuk... Egy pálma. Hát vannak benne bonyolultsági fokozatok, de szerintem megoldható, tehát meg lehet tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig csak akarat kell hozzá, vagy legalábbis az a legfontosabb része, és akkor az bármi sikerülhet. Figyelj, Szücsi, hogyha esetleg meg szeretnétek árnyasítani mondjuk a Gyűrűk Urát, akkor már itt van egy troll, egy tünde, meg egy hobbit. Olyan hosszú műsort nem akarok. Hogy találjam ki, melyik lettem. Csak nem. Igen, vagy te melyik lettél. Na jó van, Szücsi, nagyon drukkolunk nektek továbbra is. Mikor van ez a királynős fellépés? Ez most mondtad, hogy november végén lesz. Ezt szerintem még valamelyik magyar televízió társaság is közvetíteni fogja. Úgyhogy ott mekkora showt kell színpadra állítani, hogy mennyi időt kaptatok? Nem hosszú, mert ez általában egy show műsor, tehát egy ilyen 2-3 perces műsorról van szó. Tehát itt rengeteg előadó van, rengeteg produkció van, tehát igazából itt ezek a televíziós műsorok, de hát ezt gondolom te is tudod, ez arról szól, hogy minél rövidebb, minél gyorsabb és színvonalasabb produkcióknak kell lenni. Úgyhogy szerintem ez jó lesz. És brit vonatkozása lesz, ha annyit elárulhatsz, vagy lesz benne utalás, hogy ti magyarok vagytok, és valami, ami mondjuk ránk jellemző, vagy az országunkra, vagy inkább a britekre? Egy univerzális produkció lesz, én azt gondolom, ami a világ bármely pontjára levetíthető lesz. Uh-huh. Szóval nem beszélhetsz, jó, hagyjuk. Nagyon megható dolog ez. Oké. Okay. Szücsi, nagyon köszönjük, drukkolunk, nézzünk benneteket. Köszönöm. Köszönjük szépen, hello. Az Attractionről beszélgettünk. Na, hát akkor kevesebbet hallunk, de a dolog azért az megy, nem? Dolgoznak rendesen. Itt megint az a félő, amit mi beszéltünk, hogy mennyi idejük van egy ilyen tévés karrier után, tudod, hogy a produkció rendesen beépüljön mindenhova. De milyen profin csinálják azért a britek is, hogy van egy tehetségkutató, hát, és az öt legjobbat egy menedzser irodán keresztül értékesítik, nyilván nagyon komoly százalékért, nem? Bizony. Tehát, hogy te utána nem okosodhatsz meg azért a saját produkciód által, hanem előre aláíratnak vele egy szerződést, és azt mondják, hogy ha te mondjuk ebben a műsorban az első ötben végzel, akkor csak és kizárólag minden nemű fellépést egy menedzser irodán keresztül vállalhatsz. Ami egyébként nem biztos, hogy baj, mert nyilván ezek a megkeresések nem is jutnak el hozzá, ha te utána ide haza repülnél, és lenne egy 30-as mobilszámod, nem hiszem, hogy nagyon sokat megtalálnak. Igen. De ezt azért így profin intézik. Ők tudják azokat a neveket, azokat a telefonszámokat, akiket hívni kell. És hát biztos, hogy iszonyatosan jó ajánló levél, hogy ebben a műsorban az első helyen végeztél. Úgyhogy valamit kaptál a műsortól, de vissza is kell adni valamennyit. A Rákóczi út áll, mint a tövek, ezt Csabi küldte nekünk, valamint a Veszprém felől érkezőket mérik Székesfehérváron az elkerülő úton egy fehér kisbuszból. Ezt Gábor küldte nekünk. 9:30 múlt pontosan 3 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi kint van valami kitelepülésen? Igen? Lignánóba?
Most a rádió vezetése úgy döntött, hogy ha már a Csabi nem jön be, akkor már, akkor kiviszik a technikát a házához, csak dolgozzon. Ugye? Abszolút, ott vagyunk, így van. Tehát kitaláltad, így van. Kivitték a technikát hozzá, ha már nem jön be, akkor legalább valahogy rá tudják venni a mellóra. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Na, keresztúron vagyunk kitelepülésen, szia Csabi! Hello Csabi! Egyébként majdnem, egy kicsit arrébb, a 19. kerület, nem tudom, ez mond-e valamit a Janinak. Hát, hogy ne mondanak. Ugye? Nagykörösi út mellett vagyok, az Eiffel tornyot tessék keresni, és itt van egy Peugeot szalon, a Peugeot M5. És itt ülök jelenleg egy vadonatúj 308-as Peugeotban, és innen megy majd tulajdonképpen a kívánságműsor. És mit csináltok ott? Kérlek szépen, bemutatkozik az új 308-as, ezt az autót meg lehet ismerni, ráadásul lehet regisztrálni, de nem csak itt, hanem a játékban résztvevő összes Peugeot kereskedésben, és a regisztrálók között ki fogunk sorsolni Peugeot órákat, illetőleg a fődíj, hogy valaki, egy klassz hallgató a regisztrálók közül 308 napra megnyerheti ezt az aktív felszereltségű új 308-ast. Hogy 308 napra? Igen. Tehát majd egy évet kapsz. Pontosan. És te most ott ülsz az autóban? Igen, és ráadásul én már egy ilyen autóval jöttem ki, mert voltak annyira jó fejek, és adtak egyet erre a hétre. Hát hihetetlen. Tudod, hogy a jót azt annyira könnyű megszokni. Hallottatok-e már az iCockpitról? Ugye? Mondjátok, hogy igen, és akkor jó fejnek. Persze. De én ki lettem okosítva, én csak azért tűnök ennyire okosnak. Ez az iCockpit az arról szól, hogy van egy nagyon-nagyon kicsi kormány, mint hogyha egy ilyen versenyautóban ülnék, van egy nagyon-nagyon magasra emelt műszerfal, és egy hatalmas érintőképernyős kijelző. És mindent innen erről a kijelzőről tudok irányítani. Én láttam, hogy ezzel elindultál, a tudok irányítani, ez egy kicsit nagyképű. Csabi, bár mire kiértél, addigra biztosra ment. Igen, mert akkor, amikor még beültem, akkor még nem tudtam, de mire kiértem, így ahogy mondod, már tudtam. Tehát mondom, hogy jót könnyű megszokni, hamar. És ezért iCockpit van benne egy érintőképernyős kijelző? Nem, ez azt jelenti, hogy közel van a kormányhoz, közel van a váltó, egy 10 centin belül mindent elérsz, amit el kell érned. Aha. És akkor ott vagy most a kis Eiffel-torony közelében? Itt vagyok, kinézek, látom az Eiffel-tornyot, és itt ülök ebben a házban. Mindig, amikor arra megyünk, mindig mondom a virágnak, látod, ezért nem megyünk mi külföldre kincsem. Ott van, nézd meg, ott az Eiffel-torony, ez olyan közelről, mint az igazi távolról. Na, ennyi. Szegény gyerek. Irány a kopaszigát. Szegény gyerek. De csak ha jó leszel. Na jó van. Csabikám, akkor nektek jó munkát, jó remek zené így lesznek azért? Persze, várom a hallgatókat remek zenékkel. Basti nevű zenekart hadajánlom nektek. De ez a neve, Basti. Dan Smithnek a csapata úgy indult, hogy egy ilyen szóló karrier lesz, de aztán maga köré gyűjtött egy jó kis zenekart, és azért lett Basti a zenekarnak a neve, mert Dan Smith az énekes, július 14-én született, ugye az volt a Basti ostromának a dátuma. Daniel Smith, egy angol srác. Nem menj bele ezekbe az angol nevekbe, Jani, ez nem a te asztalod. Engedd. És az újdonságunknak az a címe, hogy Of the Night, és hogyha emlékeztek még a korona slágerére, Rhythm of the Night, akkor ez most vissza fog köszönni ebben a dalban. Jó ide, jó. Ajánlom nektek. Csak akkor aki a helyszínre megy, az ott regisztrál, plusz ott tud dalt kérni? Így van, ráadásul nem csak itt lehet regisztrálni, hanem a játékban résztvevő összes szalomban. De itt a helyszínen lehet órát nyerni, lehet Klassz FM relikviákat begyűjteni, és dalt kérni. Oké, Csabi, küldünk oda mindenkit. Oké, jó munkát köszi neked, ciao. Ciao. Hello. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Au revoir. Már hívtuk is. Jaj, de jól. Ez a csend. Lapítő. Hopszi. Hát ez akkor most... Hát nem, félretárcsáztál. Nem a tennap, nem az a mai. Így van. Nem vagy mai. Mi van, Anna? Mesélj. Hát a nőgyógyász. Ez jó nőgyógyász. Doki, ott kell ma menned? Vész a kis Sasha Heinhez, igen? Eszembe jutott. Valami nem stimmel veled. Na, majd most. Majd most? Most jót ütöttél? Megnézheted az őszi rózsát. És igen. Morning show. Az bizony, jó reggel. Hello. Jó napot kívánok. Hello, hogy hívnak és honnan hívsz minket, hogy honnan írtál? Szerintek Keresztény Tamás vagyok, Svájcból. Svájcból? Hogy? Tessék. Svájcból. Interneten hallgatsz minket?
Hát okos telefonokon azért vannak már mindenféle programok is, így reggel is műsorokat meg tudtam hallgatni. Igen, többek között a Morning Show applikáció, az az App Store-ból, meg a Janiék, nem tudom, hogy hívják, nyilván valami játékáró, az ha-ha, hogy onnan is letölthető a Morning Show applikáció, ahol te is hallgatsz minket, ott az élőadást is lehet hallgatni. Na, mit csinál Svájcban? Fogtechnikusként dolgozom. Hoppá. Anyagi megfontolásból mentél ki? Hogy egész egyszerűen jobban lehet ott keresni? Vagy a csoki. Hát felajánlottak egy lehetőséget, mérlegeltem, igazából kiszámíthatóbb a dolog. Uh-huh. Még a hangod alapján nem vagy az a kapkodós fajta, nem? Hát így szép, megfontoltad, átrágtad, és akkor kimentél. Na, hát ez a szakma, igen, ezt kívánjuk. Igen, írtál nekünk SMS-t, abban a témában, hogy ki mit gondolt, hogy mit érzett már az urológusnál, vagy a nőgyógyásznál, ugye te az urológus oldalról közelítetted meg a dolgot, és elmesélted röviden, hogy édesapád mit mondott az urológusnak, az SMS nagyon jó. Apán annyit mondott csak az urológusnak, doktor úr úgy csinálja, hogy nehogy megtetszen aztán nekem a dolog. Ez nagyon, nagyon szerettük, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot. Van valami magyar címed, vagy valaki, aki itt át tudja venni? Igen, persze. Jó, akkor Annának majd ezt ad meg, és akkor küldjük, jó? Jó, nagyon szépen. Nagyon örülsz, de hihetetlenül örülsz? Ja. Meglepődtél. Ma már több kávét ne igyál, mert már. Hogy ezt megálljon a szíved a kutyafáját, az a magas vérnyomás. Hogy elvigyen. Köszi, hogy minket hallgatsz, vigyázz magadra. Sziasztok. Ciao, hello. Na jó van. Csabi tehát az adott helyszínen, ha valaki szeretne tőle dalt kérni, menjen oda. Regisztráljon, kérjen dalt, próbálja megnyerni egy csomó Peugeot-s meg Class FM-es relikviát, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szépen kívánok, szevasztok!